működik ez? Hogy lehet kikapcsolni? Melyik alagom? Jó napot kívánunk mindenkinek, ez itt a Fanvid Geeks, én vagyok. Társasozni fogunk, itt van velem Kaci! Szervusztok, kacicák! És ez a csodálatos ember itt mellettünk pedig nem más, mint Gábor, a Role Player csatornáról, akit nagyon-nagyon szeretünk, hogy eljött hozzánk játszani. Role Player, nézzétek meg, zsötében csinálnak szerepjátékos tartalmat. Mindenféle szerepjátékkal. Nem csak D&D-znek, hanem mindenféle szerepjátékot játszanak, és nagyon jól csinálják. Meg vannak szerepjátékos napjaik, úgyhogy Gáborék pörögnek, mint egy... mint majom faszános tanecli. Ezt tanultad? Ezt most a seggemből húztam elő, apám mondta mindig gyerekkoromban. Kisfiam, pörögsz, mint majom faszános tanecli, baj lesz. A kultúra nemzeti alap. Így van. Abszolút, abszolút. De... és akkor ma nem ezizezni fogunk, ugyebár. Ezzel kapcsolatosan. Ez az Awakened Realms-nek egy gyönyörűséges társasjátéka, ami nagyjából már egy ilyen másfél-két éve volt Kickstarteren, aztán szépen lassan megérkezett mindenkihez, és DV-k voltak olyan... Másfél év alatt. Jó, hát mint a legtöbb Kickstarter project, ez is csúszott, illetőleg ugye ez két hullámban érkezett már, tehát hogy ez már abba az esetbe tartozott. DV-k pedig voltak olyan kedvesek, és meghívtak engem, és én meg mondtam, hogy jövök, plusz hoztam néhány nagyon szép festett figurát. Kifestett figurákkal én... játszunk, ide adod a nagyot. Melyik nagyot adjam? Ezt a... anyát adjam? Anya! Anya? Adom anya, vegyed! Ilyen. Ilyen minik vannak ebben a kis játékban. Ilyen picik. Tehát, hogy ez vagyunk mi, és ez a rossz. Ez a jó, ez a rossz. Úgyhogy lesznek itt összetűzések. És amellett, hogy nagyon régóta szeretnénk játszani ezzel a játékkal, mert hogy egészen pontosan három hónapot töltött a sarokban, úgyhogy rajta volt egy mérhetetlen méretű monitor. Ami még mindig ott van a sarokban. Amellett találtunk egy nagyon jó apropót arra, hogy játszunk, ugyanis együttműködünk a társasjátékok.com-mal, ami valójában Magyarország társasjáték keresője. Kicsit olyan, mint a BGG, csak szép, és működik, és magyar. Tehát, hogy van egy csomó cikk a játékokról, van info a játékokról, értékelés a játékokról, meg ami a legfaszább, hogy kilistázza igazából az összes boltot, megnézi, hogy hol a legolcsóbb. Na már most, ezek az emberek nagyon-nagyon jó fejek, és már hosszú ideje kerülgetjük egymást, így szavolgatjuk egymás seggét, és most eljutottunk odáig, hogy miért is ne. És arra gondoltunk, hogy ennek az együttműködésnek lehetne valamilyen pzzázz az eleje, és a pzzáz az lesz, hogy ki fogunk sorsolni velük közösen egy nemesiszt. Ez... jó. Little awkward, not too much. Na de, ahhoz, hogy benevezzetek erre a nyereményjátékra, igazából nem kell más csináltok, mint felírni, hogy felkiáltójel nemesis, vagy lekattintani alulra, és megnézni azt a linket, azon a linken keresztül tudtok regisztrálni a játékra, vagy a social felületeinken is megtaláljátok ezt a linket. Regisztráltok, sorsolunk, nyertek, jó, nem nyertek, rossz. Ez nagyjából így működik. És most meg is mutatjuk nektek, hogy mi ez a játék. Mert tényleg ezt én másfél éve, két éve bekeltem. Igen. Jó, de jól néznek ki, amikor mindig... És még nem játszottam vele soha. Úgyhogy Gábor azért is nagyon jó, hogy itt van, mert ő már játszott. Nem is keveset, úgyhogy van némi taktikai előnyöm. A játékról, és akkor semmilyen gondolom... előnyöd nincsen, ha van. Félek, abszolút félek. A one to T-rex óta nagyon félek. Nem szóval csak néhány mondatban a játékból, és aztán majd közben, amikor játszunk, akkor kiegészítem ezeket a dolgokat. Ez egy fél kooperatív játék, amit a 8. utas a halál filmekről mintáztak. Hogy Alien. Alienről. Nem használjuk ezt a 8. utas a halál dolgot. Akkor az Alienről. Nem használjuk, hogy Alien. Ők se használták. Ők se használták. Abszolút. Sőt, itt is nem ugye Alienek, hanem intruderek vannak ugye a játékban. A sztori szerint adott a mi hajónk a Nemesis, és ennek vagyunk mi a legénysége. Kaci lesz ennek a hajónak a kapitánya. Aha. Mi? Hát...
look at me, I'm the captain now. Hatalmas a szomáliai nagyás, hatalmas a szomáliai. Nem tudok vitatkozni vele. Abszolút. Captain Phillips szolgálatukra jelentkezik. Illetőleg itt van velük ugye Dave, ő lesz a hajónak a felderítő tisztje. Réved a messzességben, mint a honfoglalás filmben mindegyik vezér valaha. És én pedig a hajó pilótája leszek. A honfoglalásban volt film. Hogyne? Ugyanaz a Koltai rendezte, mint aki az összes dokumentumfilmet a 80-as években valaha. Robert? Nem a Robert, nem, a más Koltai Gábor. Koltai Gábor. Nézd meg, egy igazi, igazi ikonikus, klasszikus. Hát. Borzasztó. De egyszer... Én nagyon szerettem. És a végén ott ülnek az alagút tetején. Az másik. Nézd meg vele. Az a magyar vár. Az is honfoglalásról szól. De mondjuk logikusabb is. Mi? Keveredik. Magyar Vándor? Mi keze? Az a legjobb film ever. Amúgy igen. Magyar film ugyanabban az univerzumban mondod, ahol a Star Wars is van? Ó, igen, de csak az új film. Mi? Szóval a Nemezisről. Lehet szólóban? Szóval a Nemezisről, igen, lehet szólóban, lehet kooperatívan. A kooperatív ráadásul egy kampány, amit egy nagyon szép képregény fog össze, és ez vezet rajta benneteket végig. Illetőleg ezen felül mi most az alapjátékmódot, a félkóp módot fogjuk játszani ebben. A karaktereink éppen most keltek föl itt a hibernatóriumban, és innen fogunk elindulni és felfedezni a hajót, ugyanis nem igazán emlékszünk így a hiperűrből kilépve arra, hogy mi merre van pontosan, úgyhogy még kicsit támogjanak a karakterek. De az első dolog, amit rögtön meglátunk, az, hogy az egyik társunk az holtan fekszik itt a hibernatórium padlóján. Na hála az égnek! Te vagy az, Kaci? Nem! És... Fettessünk már be oda azért a rokit. Vagy az olyat nem lehet? Nem lehet! Miért tudom... Jó, ha néger lenne, tudom, ő halna meg elsőként. Úgyhogy ha másra, akkor a kerekesszékes. Nem, arra gondolok, hogy neki... Statisztikailag neki van a legkevesebb esélye ezt túlélni. És ez semmi, csak érted, tehát, hogy itthon a 3-as metró nem wheelchair accessible. Szerinted az űrhajó mennyire az? Jó, ez jogos, abszolút. Ez abszolút jogos. És ezen felül a játékot kettő dolog fogja megbolondítani. Az egyik az az, hogy kérdés, hogy mennyire bízhatunk majd egymásban, ugyanis a játék elején azonnal most rögtön Kacit megkérném, hogy ott az egyik objektív paklit fogja meg a kezébe, és osszon mindenkinek egy kártyát ebből, és aztán a másikból is. A kettő objektív pakli, igazándiból, ez... Nekem is egyet. Ne. Ez másikat is húzhatok. Ez a pakli, ebbe voltak a corporate objektívjeink, tehát ezek azok, amit a mi cégeink adnak nekünk a háttérből utasításokat, és szeretnének, amit mi felébredünk. És van egy alternatív, ami lehetséges, ebből is kérlek mindenkit, hogy húzzon egyet, és a Kacinak húzzál kérlek még egyet, Dév. Jó? Jó. És arra figyeljetek, nem tudom, hogy megnéztük el, de hogy a tetején van egy szám, és ami több mint 3 plusz, akkor azt dobjátok el kérlek, és húzzatok egy újat. Jó? Ami a fontos, az az, hogy ez csak úgy működik, mint mondjuk a régi rizikóban, hogy ez egy cél, úgymond ezzel nyered meg a játékot, mert persze közben túl is kell élni, viszont az extra az az lesz, hogy a kettőből csak az egyiket fogod megtartani. Akkor kell majd eldobni az egyik kártyát, és kiválasztani, hogy mi lesz a te célod pontosan, amikor is az első intruderrel találkozunk, tehát az első űrlény szembe jön velünk. Ezek a célok mindenfélék lehetnek, lehetséges az, hogy valamelyik másik játékosra céloz a játék, és azt mondja, hogy na ő ne élje túl, vagy csak te élj túl, az is lehet, hogy a hajónak az útját kell meghatároznod valamilyen irányba, vagy az is, hogy a hajó elpusztuljon, esetleg az intruder királynőt öld meg. Nincs fókusz. És a többi, jó. És a többi. Tehát ezek az alapvetőek, amik itt köztet találhatóak. Ezeket majd szépen kiválasztjuk, most szerintem nyugodtan mindenki félre tudja rakni. És igazándiból akkor innentől kezdünk, ha csak nincsen még valami, amit szeretnéd, hogy elmondjak. Még óvaintené élek, azaz, hogy a chat Chris óvaintené attól, hogy a mesterlövész puskákat és a krokodilokat kerüld el. Nagyon jó. Köszönöm szépen Kristófa tippet, király lesz, nagyon szuper. Elengedtem, srácok, elengedtem. Teljesen. Úgyhogy vigyázzunk rá. Annyi még, Kaci, ott fennmaradt egy zaj elő, az a sárga. Az nincs ott. Nem kell rögtön ott zajongani. Ja, és akkor a játékban úgy, hogy mindenkinek van egy száma, amit itt lehet látni, én vagyok az 1-es, Dév a 2-es és Kaci a 3-as,
és majd szépen lesz egy ilyen kezdőjátékos markerünk, ez a szép cica, és a cica fogja mutatni, hogy ki az adott körben a kezdőjátékos. Minden egyes fordulót tudtok puskázni itt a számos kártyátokról, azt azzal fejezünk be, azaz hát most azzal fogunk kezdeni, hogy húzni fog mindenki 5 darab kártyát a kezébe. Ezt én megkeverem, mert nem tudom, kinek a kezében volt utoljára. Ez enyémben volt, és a megmaradt paklidat, azt pedig a karakter bordot bal oldalára rakjátok le. És ezeket nyugodtan meg tudjátok. Ott van, hogy megsülkáltak. Jó! Nem tudom, hogy melyikről van szó, úgyhogy kerestem a bal oldalt, és aztán... Abszolút, de. Ja. Ugye és... azt el kell mondani, hogy javíts ki a tévedek, Gáborom, de ugye vannak ugyanolyan kártyák a deckjeinkben, tehát hogy az ilyen alapvető akciókra minden karakter képes, de azért fontos, hogy mindannyian más karakterrel vagyunk, mert először is van egy ilyen initiatív sorrend, amiben ugye, a captain az első, és aztán úgy jön. Tehát nincs már ez a rang? Nincs. Abszolút el. Nincs már ez a rang? Nem, ez körbe fog menni. Tehát ez most az első fordulóban. Mikor volt ez a videó, András? Prototípusos videó volt. Aztán majd te leszel, és aztán meg a kaci, aztán megint én. Tehát ez folyamatosan vándorolni fog körbe-körbe. De az, ami biztos, az, hogy vannak ugye ilyen cost-specifikus, vagy karakter-specifikus lapok, amiket valaki könnyebben csinál, vagy egyébként meg csak ő képes arra az akcióra. Pontosan. Mondjuk Dave, neked pont a karaktered ugye adott helyzetben olyan szobákban is tud találni hasznos tárgyakat, ahol már mások nem. Kacinak a kapitánya adhat parancsot nekünk, amit nem tagadhatunk meg, illetőleg az én pilótám pedig jobb. Mi? Igen, pontosan. Én ilyen játékokat nem játszom, a kaci megmondhatja, hogy mit csinálja. És én pedig egy kicsit jobban tudom felfedezni a hajót, mivel én vagyok a pilótája. Amit még adok nektek, az, hogy mindenkinek van 2 titok kártyája, és lesz egy kezdő felszerelése, ami alapvetően mindenkinél egy fegyver. Ezen van egy ilyen spáros zacskós jelölő, igen? Az azt jelöli, hogy a 2 kezedből az egyiket foglalja, tehát ez egy nehéz tárgy, és ehhez majd a kacit megkérném, mert nála van ott az a koponya, amiben itt a tokeneket tároljuk, hogy abból annyi töltényt adjon neked, ahány belefér, tehát abba a puskába 4. Például 4 darab ammó van. Ezen felül minden egyes játékosnak van 2 secret kártyája, ezek a picik, ezek úgy van, hogy megvan kötve, hogy mikor tudod aktiválni, például mondjuk a scoutnak van egy security kulcsa, ehhez neki az kell, hogy előre menjen a pilóta kabinba, eldobjon egy kártyát. Hát úgymond titok, tehát ez, és akkor megfordíthatod, és akkor tudni fog valamit. Ezeket nyugodtan nézd meg a hátlapját, az előlapját ne nézd meg, kaci adok neked az is. Az előlapját ne nézem meg. Így van, pontosan. Quest itemek. Neked is. Annyi az extra, neked még elmondom, hogy neked egy revolvered van. Mindenki más úgy tölti újra a fegyvereit, hogy a piros itemek között lesz egy ilyen Energy Charge nevű kártya viszonylag gyakran, és azzal tudjuk újra tölteni az energiafegyvereket. A revolvert viszont, de neked van egy saját action kártyád, amivel újra tudod tölteni. Igen. Illetőleg ez egy ilyen halálos fegyver jellegű, ilyen Murdo Stukker, tehát hogy baromi nagyot tud oda gyűrni, hogyha úgy jönnek ki a dolgok. Hey Siri, change all studio lights to hot pink, please. Kicsit gondolkozik, de aztán megoldja. És én is kérek 2. Nem direkt volt. Valamincek. Ezek majd még, ezek visszaütnek, tehát hogy ez ilyen, az angolnak van egy mondás ez, what goes around comes around. Úgyhogy, please, do enjoy your next stream. Abszolút, de. Na. Jó, és akkor szerintem el is kezdjük, mit szóltok hozzá, srácok. Én nagyon-nagyon-nagyon-nagyon izgatott vagyok, mert András jó barátomat nem kell megölnem. És ez nekem szuper. Ez hogy pozitív? Ez abszolút pozitív. Ja, jó, oké. Tehát, hogy pont olyan küldetéseket húztam, ahol senkit nem kell megölnöm. Ez minőség. No, akkor én kezdek is. Úgy vagy a saját körödben, vagy teszel 2 akciót, aztán jön a következő játékos. Vagy teszel 1 akciót és passzolsz, de akkor ebben a fordulóban már nem csinálhatsz mást, vagy pedig csak passzolsz, és akkor ezt a fordulót te átugrottad. A legtöbb akció az úgy működik, hogy vagy a kézből kijátszol egy lapot, és azt csinálod, ami rajta van, vagy vannak általános akciók, mint a mozgás, lövés, óvatos menés, meg ilyen kraftolgatás, vagy pedig ugye passzolsz. Én azzal fogok kezdeni, hogy fogom magamat, eldobok egy demolition kártyát, és én mozogni fogok,
Én azt mondom, hogy én megindulok oda a kokpit fel, pilótaként, szerintem az jobb lesz, és én ide átmozgok. Amikor is egy unexplored roomra kerülünk, akkor van ez a pici token, ezt felfordítjuk, és ez két dolgot mond meg nekünk. A szám, ami rajta van, az megmutatja, hogy hány lehetséges tárgy van, ami hasznos lehet ebbe a terembe, illetőleg egy eventet triggerel. Ilyenkor alapvetően, amikor mozgok, dobnom kellene egy zajkockát, de ez X, ez azt jelenti, hogy én most nagyon csöndben voltam, úgyhogy nem dobok zajt, csak bekerülök. Ez nem egy realisztikus játék, ugye? De ez én még nem láttalak hallgatni. Tehát olyan volt már, hogy nem beszéltél éppen, de hogy hallgatni, tehát úgy, hogy mondjuk hogy azt láttam rajta, hogy nem is akarsz, olyan még nem volt. Azért durva dolgok vannak. No, ha én... bármelyik diákja nézi... Ez érzem, hogy ezt még vissza fogom kapni. Jó, szóval nagyon remélem. Én találtam itt egy engine control roomot. Benne van egy használható tárgy, és látom, hogy nagyon figyelitek, hogy esetleg valamelyik diákon megjelenik. Én azt néztem, hogy valaki redeemelte a fényhozót. Igen, redeemelted a fényhozót, de oda szint kell írni, nem hexát. Nem hexkód, hanem csak szín. Túl gondoltad, fiú. Balázs. Dáci olyan kedves. Az vagyok. Igen, felfedezted az engine roomot. Igen, így van. Na, ez kettő dolgot tud, ugye most van benne egy tárgy, amit föl lehet venni. Ennek a szobának az ability-t is használhatod, hogyha ugye benne az. Illetve van benne computer, vannak olyan kártyák, amik ezzel fognak interaktálni, hogy computer kell hozzá. Ami fontos az, hogy a hibernatóriumban és a cockpitben, bár logikusnak tűnne, de nincsen computer, amit használhatsz. Na, jó. És akkor ezek után én második actionből kijátszok egy search-öt, ami annyit tud, hogy én ezt itt leforgatom egyel, és mivel sárga színű a szoba, ezáltal én kettő sárga itemet húzok, és az egyiket megtartom pontosan. Aha, és jó. Ez mivel ilyen szatyros, ezáltal ezt ide ki kell raknom, én találtam egy tűzoltó készüléket, amivel vagy tüzet tudok oltani, vagy pedig el tudok kergetni egy intrudert, hogyha szembe jön velem, mert nem szeretik ennek a nyalizását. Jó, oké, és akkor Dave, te jössz, úgyhogy te folytatod innen a... Én jövök, én utánad fogok, mert ezt a kettőt átadom még most, hogy ott is legyen kocka. Én csak a speciális akciómmal tudok olyanról szobában keresni, ahol te... Így van. Igen. Pontosan, tehát, hogy egy sima search-el nem fogom tudni ezt megtenni. Scavenging nevű kártya lesz. Scavenging, nagyon jó. Én az egyik akciómat arra fogom felhasználni, én vagyok ez a kedves lila hölgy, hogy átjövök ide. Nekem ez itt igen, tetszik. Előtte dobjál egy kártyát. Ja, el kell dobnom egy kártyát. Ugye a mozgás, az alap mozgás az egy kártyádobásával működik. Én a Basic Reaper-t eldobom, úgyhogy nagyon remélem, hogy ez itt nincsen tönkre menve semmi. De az tönkre van. Pont tönkre van menve, de semmi probléma. Megfordítom, és ugye a countert azt a 4-esre fogom rakni. Így van. Mert hogy itt 4 darab item van. Igen, és megtaláltad a zuhanyzót. Úgy van, hogy adott helyzetben ilyen alien trutyi kerülhet ránk, olyankor, hogyha zajt okozunk, akkor minden körülöttünk tiszta zajos, azt mert cupogunk, mint állat, plusz meg is fertőződhetünk benne, de itt lemoshatod magadról, már ha működik, ugyanazonban most ez nem működik. Úgyhogy én a második akciómat arra szeretném felhasználni, hogy itt keresek, ami azt jelenti, meg a mozgásra dobnom kell, ugye? Igen, a mozgásra előtte dobunk, tehát hogy dobjál egy zajt, az egy egyesre kerül. Tehát akkor az oda fog kerülni pontosan arra a folyosóra. Az alienek akkor jelennek meg, hogyha második zajtoken felkerülne ugyanarra a helyre, hogyha direktbe valamelyik folyosóra vagy útra zaj kerül. Jó, és akkor a search-nél pedig akkor egyel forgassuk lejjebb. Viszont ez egy fehér szoba, úgyhogy választhatsz, hogy milyen kártyákat szeretnél húzni. Piros alapvetően ugye fegyveres, a sárga technikai, és a zöld pedig az ilyen gyógyszerészet, meg egészség, meg mi egymással kapcsolatos. Lehet egy hit, egy olyat is akár. Akkor szeretnék egy fegyvert és egy hit. Na, és a kettőben az egyiket tarthatod meg. Aha. Nagyon jó. Én megtartom az Energy Charge-ot, amivel újra azt tudom. Azt nem kell felfedned. Akkor nem tartom. Megtartottam valamit nektek, az legyen mindegy, hogy mi. Jó, azt rakhatod ide nyugodtan. Tehát azt látjuk, hogy piros van nála. De alapvetően más nem. Jó, oké. És akkor Kaci, te vagy, mivel kérlek.
Jó, Vince, nagyon-nagyon szépen köszönjük a csírt, nagyon szuper vagy. Ja, ez a csírne, ó! Csirke! 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 Én elindulok erre. Jó, nézzük mi van ott. Szeretném megjegyezni, hogy egyébként a szabálymagyarázatot Gábor azzal kezdte, hogy ha nagyon kooperatívan szeretnénk játszani, akkor mindenképpen egymás után menjünk. Jó, szóval... De én éhes vagyok, úgyhogy elmegyek a kantinba. Így van, Kaci megtalálta a kantinba, lesz három tárgy, és hát jó horrorfilme sem belép a szobába, és a háta mögött zárul az ajtó. Úgyhogy azt vagy kinyitja, vagy felrobbantja, hogyha visszafele szeretné, vagy körbe megy, persze az is lehetséges. Akar a franc. De előtte egy zajt dobjál, Kaci. Ott van előtted a fekete akar kocka. A felétek menni. És az egy karmolás. A karmolás az azt mondja, hogy az összes olyan hely, ahol nem volt zaj mellette, na most van. Meghallották, hogy... Oda is kerül. Meghallották, András. Nagyon érdekes. Illetve oda a sheftbe is kerül. Az a piros helyszín az úgy működik, hogy ahol vannak ilyen piros pöttyök, mint kapcsolatok, a szellőző járat, az mindegyiken van most ott egy. Nem igaz, ott van. Úgyhogy innentől kezdve nagyon könnyedén előmászhat bármi is. És mi lesz a második akciót, Kaci? A második akciómmal pedig a szörcsölni szeretnék. Nagyon jó. Okay. Mindannyian ugyanazt csináltuk, csak ketten jól. Ezt leforgattam neked, és akkor itt van kettő zöld. Mivel zöld szobán állsz, ezáltal azt... Csak zöldet tudunk. Tehát, hogy mindig kivéve a fehér, és a fehér meg választ. A fehérnél választasz. Azt mondd meg nekem, hogy ha mondjuk ide átmozog, igen, akkor itt már nem kelthet zajt, nem. Csak itt, hogy egy, kettő vagy három. Aha. Hát egy, három, négy van itt, és ott pedig kettő. Másik, amit csak eldobom? Az diszkárd, igen, aha. Az abszolút a diszkárd. Ami az extra ugye, hogy kettő lap eldobásával van egy úgynevezett careful move, aminél nem dobsz zajt, hanem lerakhatsz egy zajt, és akkor te választod ki, hogy hova kerüljön le, tehát onnan lehet kényszeríteni. Jó! És így akkor... van, ez egy 40 ezer forintos játék, az alapjáték, és arra még jönnek rá a kiegészítőknek az árai, úgyhogy ezért is érdemes most ebben a nyereményjátékban esetleg részt venni, mert ha a játék esetleg nem is a ti csészete álltok, feltételezem, hogy 3-4 olyan játék kijön belőle, ami meg igen, vagy úgynevezett kenyér. De azért jobban örülnék, hogyha valaki olyan kapná meg, aki nagyon szeret társashozni. Abszolút. Jó, akkor én jövök, mert Kacinak volt két action-je, én elvok interruption-t, amiből én szeretnék oda abba a középső szobába átmozogni, mert már magányosnak érzem magam, hogy Dave felé megyek, mögöttem pedig záródik az ajtó, és megtalálom a kabint. Milyen kabin ez? Ez ilyen öltöző. És hány öltöző item? Kabin. Kettő item. A kis token amúgy nem kell rá. Token az lekerül, ugye? Az lekerül, abszolút. És ami még az extra, a kabin az azt tudja, hogy ha működik, és ott kezded a körödet, akkor 5 helyett 6 kártyát húzol. Tehát ott az egy pici extrát nice. Ad. Illetőleg én ezt is át fogom kutatni, mert húztam még egy search-öt. Kivételesen egy nagyon jó kezdőkézzel, és mivel ezt fehérén választhatok, úgyhogy én kettő pirosat fogok. Azt mondod, hogy a pirosak igazából? A faszák? Nem, most igazándiból úgy voltam vele, hogy van fegyverem is, meg van egy utility itemem, úgyhogy nézzük meg. Van fegyvered? Ja, mert alapvetően van egy fegyver, sörétes puskám. Nincs benne sok töltény, de mindig egy ilyen nagyobbat sebez, hogyha találok. Aha, innen... Ja, itt vannak. Bocsánat. Így van, pontosan. És te jössz, Dave. Én jövök. Az a nagyon jó, hogy te ezt itt már... Jó, nem dobtam zajt, nem dobtam zajt, és kettesre kettő. Kerül egy zaj. Tehát pont ahol megyek. Ami az azért nagyon jó, mert én be tudok ide lépni. Ez egy akció, ugye? Igen, egy kártyába kerül. Jó, ez most, én úgy gondolom, hogy még nem fogunk lövöldözni, úgyhogy én az adrenalint eldobom, ami azt tudná, hogy ha lövök, akkor húzhatok akciókártyát. Uh-huh. Helyette, ami nyilván elég fasza lenne. Viszont ami extra, ugye, hogyha másik figura mellé mozogsz be, akár játékos, akár intruder, akkor nem kell dobnod zajt, tehát én most csendben oda surrant mellém. És szörcsölni fogok egyet, ugyanígy, úgyhogy egy pirosat és egy zöldet kérek szépen. Már adtam is, és akkor nagyon a szobát kacsi leforgatod egyen, légy szíves, úgyhogy kiürül a kabin, nincs már benne hasznos, legalábbis nekem nincsen, Dave még találhat benne, ugye? Igen. Megfelelő kártyával, és közben Kaci már
jöhetsz is, hogyha úgy akkor van. Nem jól forgattuk, mert most... Jól forgattad, de ja. Most van nullán. Igen. Ott ez a kis nyilacska mutatja. Fogyatékos vagyok, és valamiért... Semmi gond. Én jó, jövök. Én megtartom a zöldet, és a pirosat fogom majd visszaadni. Jó. Ha én jövök... Hogy ez jónak tűnt, de ez meg iszonyatosan jónak tűnt. Bízom benne, és bízom benne. Megmondom őszintén, hogy nyilván ez az első játék, tehát akkor nagyon-nagyon nehéz felmérni azt, hogy melyikre lesz a legnagyobb szükséged majd a későbbiekben, de... Júlcsi főzött nekem kávét. Figyeljetek, érdemes megnézni egyébként a beváltható csatornapontoknál. Mindegyiknél oda van írva a leírásba, hogy melyik műsorban tudjátok csak beváltani. Úgyhogy azokat érdemes lesz majd még megnézni. Szóval... Initiate self-destruction. Az egy akció, hogy én refresh-elem a kezemet? Nem, az az action, hogy passzolsz. És hogyha mindenki passzolt, akkor egybe refresh-elünk, és akkor mozgunk a következő körre. Aha, nagyon jó. Úgyhogy, én azt fogom csinálni, hogy én careful move-olok, úgyhogy két napot fogok eldobni. És carefully át fogok mozogni ide. Oké. Ez a szoba el van romolva, és megtalálod a fegyverraktárat. A fegyverraktár az azt tudja alapvetően, hogy kettő lap eldobásáért újra tölti az energy weaponodet. Uh-huh. Neked nem energy weaponod van, szóval neked ez annyira nem hasznos, de ugye lehet belőle jó sok piros kártyát kitermelni. És itt zajt rakjál le valahova, kaci. Egy zajt le kell raknom ne valahova. Egyes dobjál, az lenne. Nem dob. Én careful. Ja, careful-ba. Ja, és akkor oda rakod, ahova igen, akarod. Igen. De akkor is zajt kell rakni, akármilyen óvatos. Muszáj, tehát mindenképpen generál, csak ugye ilyenkor precízen lehet. Onnan hallom a zajt. Bocsánat, a careful movementhez mit kellett eldobni? Kettő lapot. Ja, két lap kellett. Ott van ugye a tábládon is írja. Tehát az annyi csak, hogy több kártyába kerül. Aha. Tehát az egy általános akció, ugye abszolút. Igen, és aminél ott van, hogy ki... Annál kijátszod, és még el kell dobni. És még el kell dobni. Igen. Kettőt? Kettőt. Aha. Tehát még azon felül kettőt. Ha, akkor én nagyon nem vagyok egy ilyen handy, aki tud... És a második akcióm az lesz, hogy tartok egy motiváló beszédet. Sajnos ti nem vagytok itt, úgyhogy nem halljátok. De. És húzok egy lapot. Nem tudnád esetleg a rádióba mondani? Mert engem nagyon érdekelne, hogy mi motiválót tudsz mondani. Ennyit súgok, hogy az egyik ilyen kis kártyája, az pont egy ilyen rádió. Igen? Igen, az segíthet az ilyen csapatkommunikációban. Ha hallanánk, akkor mi történne? Akkor mi is húznánk egy kártyát. Alapvetően úgy működik a lapja, hogy ha egy helyen állunk, akkor mindenki húz egy lapot. Sajnos ezt a rádiót, ezt még meg kell szerelnem. Ilyen MacGyver-ösen. Jól van. És nincs nálam duct tape. Úgyhogy sajnos nem tudom megszerelni. A duct tape az a sárgában lesz, annyit segítek neked, hogy az abban lesz. Én most a pirosból fogok majd húzni. Nem baj, megoldjuk. Jó, én passzolok, egy kártyám maradt, és nem akarok ennyire szaladni. Plusz az a kabin az jó lesz, ugye 6 kártyás kezdés körben, hogyha ott maradsz. Én is azt gondolom, hogy ezt tenném. Legszívesebben szörcsölnék még egyet, de ez most nem történik meg, úgyhogy én is passzolok. Kaci, neked ugye most van egy kártyád. Igen, de nekem szar ez a szoba, úgyhogy én tovább fogok menni ezért az egy kártyáért. Na és merre mész? Át fogok jönni ide. Oké, akkor nézzük, mi van ott. Takony. Na, az egy taknyos az szoba. Az egy slime. De megtaláltam a generátort. Nagyon jó. A generátorral lehet beindítani az önmegsemmisítőt. A takony pedig azt tudja, hogy... Hát akkor most... ezt mindenképp Kaci kezébe adnám. De most bele is léptél, úgyhogy egy ilyen fehér markert vegyél el egyszerűs onnan, és a karakterednek ott van egy ilyen signal és slime jelölős, a slime-ra rakd el egyszerűs. Innentől kezdve, hogyha zajt generálsz, akkor nem dobsz, hanem fixen lerakunk köréd mindenhova zajt. Mert cuppog. Már most is. Nem. A következő mozgás. Kövire, tehát most dobsz még egy. Tehát beleléptél egy alien rágóba. Az egy. Egyesre kerül, tehát eléd. Pont eléd. Az nem jó. Careful move-val oldható. Jó, és akkor ugye te is passzolsz, Kaci, mert ugye nincsen kártyát, uh-huh. Tehát nincsen más lehetőség. Jó, ezek után mozdul a körjelző, ugye a forduló véget. 14. Ezt nem tudom, mennyire látjátok, de ugye itt van a körjelölő, és itt pedig, hogyha beindítjuk az önmegsemmisítőt, akkor eddig a pontig valaki oda rohanhat és megnyomhatja a piros gombot, de innentől már nem úgy, hogy úsgyi van az életér. Uh-huh. A körjelölőnél pedig
Hogy is van itt? Úgy van, hogyha átmozog a 8-asra, akkor az a hajónak az AI-ja, az kinyitja a hibernatóriumnak az alvó kabinjait. Tehát onnantól, onnantól lehet befeküdni, így van, pontosan. Annál azért rizikós a dolog, mert hogyha befekszel, vagy menekülsz valahogyan, akkor előtte egy zajt dombot kell, és hogyha leszpónol a játék bármilyen intrudert, akkor nem tudtál befeküdni. Igen. Ilyen utolsó másodpercben én kiszoktam húzni mindig a királynőt olyankor, és akkor nagyon örülnek, mert addig be se lehet feküdni. Én arra azt javasolnám, drága jó barát, hogy ettől most tartóztassuk magunkat. Te most tartóztat is magukat. Eközben nagy-nagy szeretettel üdvözlünk mindenkit, aki újonnan csatlakozott a streamhez. Ez itt a Fun with Geeks, és egy Nemesis nevű játékkal játszunk. Nem késő még felkapni a fonalat. A gyanús volt, hogy fehér szobában kerestek, bármelyik deckből húzhattok, de mixel nem lehet a színeket. Hát ez egy ilyen, nem akarok semmit mondani, ez egy ilyen. És ugye most ér véget az első forduló, ami még történik, hogyha olyan szobában állnánk, ahol tűz van, az csak ilyenkor sebez, tehát ez csak a forduló végén, ránk is és az intruderekre is, és ilyenkor húzunk egy event kártyát. Az event kártya az általában nem jó, ez mozgatja az intrudereket, akik fönnmaradnak a térképen, illetőleg én most húztam egy Nest nevű kártyát, ez azt tudná, hogyha fel van már fedezve az alieneknek a fészke, akkor ott bezajosítaná mindent a körülötte, de mivel nem fedeztük fel, ezáltal az event most nem csinál semmit, úgyhogy egyelőre nyugodtan kezdődik az első kör. Nagyon jó, tanuló! Egy dolog van még, ott van az a zsák, Kaci, kérlek, add ide azt nekem. Ebből mindig az aktuális körnek a kezdőjátékosa húz egy tokent, és ez valami csúnyaságot megint bűvészkedik nekünk. Mit? Ez attól függ, hogy mit húzunk. Ez abszolút, én most kihúztam a királynőt. A királynő ilyenkor, itt nem rossz még annyira a királynő. A királynő kettő magyarázod dolgot... a matek leckét, fiam, de nem gondolom, hogy ez jó. A királynő az kettő dolgot csinál. 10 plusz token van benne. Ilyenkor, az egyik az, hogy tojik egy új tojást oda az intruder boardra, amiket, Kaci, hová raktunk? Szerintem ott lesz, nézd csak ott a Dave-nek az asztalán. Hát azt mondtad, hogy oda rakjam. Hát bocsánatot kérek, hazudtam. Tehát tojik oda még egy tojást, az a fészek most egyelőre. Ott az még egy életet ad ilyenkor a fészeknek, úgymond. És ezen felül a királynő egy lárva tokent is be fog ide rakni. Csak hogy örüljünk. Nem húzom még egyet esetleg? Nem, hát ha kihúzod a királyt is. Király az nincs. Azért mondom, hogy ez nincs. Jó, és ez volt az első forduló, én a cicát tovább reptetem Dave-nek, és ilyenkor, ha maradt a kezedbe kártya... Ez a Kickstarter exkluzív, Kickstarter exkluzív, igen. First player token, ami egy first player asztromacska. Zseniális. Nem tudom, mire eltartott kis hújjal tartom nektek, de... Ketronaut. Ja, szóval, ha maradt lap a kezedbe, akkor dönthetsz, hogy eldobod, vagy megtartod. Mi Dave-vel 6-ra húzunk vissza a kabin miatt, Kaci, te pedig 5-re. 2, 4, 5. Hát miért dobnám el, amikor pont annyi lap lehet a kezembe, amennyi a húzópaklimban van. És most a dobomat újra keverem, aztán... Csak akkor, hogyha többet kéne húznod. Igen. Olyankor igen. Tehát például nekem, én most az utolsót is felhúztam, de még nem keverem újra. Yeah. Ez a később én majd fontos lehet. Nagyon szuper! Ez nagyon-nagyon szuper, hogy itt kezdtük a körünket. Előre megyek aztán, vagy jössz utánam? Nekem az működik. Én szeretném megnézni, hogy hova megyünk. Én a pilótafülkével szeretnék menni. És körbenézni. Jó, nyugodtan, abszolút. Én, mint a pilóta, abszolút oda tartom. Igen, én azt gondolom, hogy stick together. Egyelőre működik. Abszolút. Akkor most én megyek előre, mert hogy előbb meg te mentél előre. Szerintem ez így teljesen. De ne engem vigyél, légy szíves. Miért tolom előre a testedet? Én megyek előre, úgyhogy... De te mondd már a te hangod mélyen. Hát az enyémnél nem nehéz. Egy lapot előtte dobjál, Dave. Egy lapot eldobok előtte. Én azt gondolom, hogy... Valami megmart, lehet, hogy ez már az alien. Vagy csak Eli. Hogy... Alien. Én a resttől megválok. Ez becsapódik mögöttem egy ajtó, ne haragudj. Semmi gond, ne, megoldom. Megoldod? Meg, nagyon szél. Jó.
zárodik. Nagyon szuper. Az előbb bezárodik, hogy te bejöttél. Igen. Egy tárgy van. Így van. Ebben a szobában. Dave megtalálja az egyes a B menekülő szekciót. B. Így van, ezek a menekülő szekciók, ezek vezetnek az escape podokhoz, és aha, úgy van, hogy van egy A és egy B szekciónk, a B-nél csak egy pod van, de egy podba kettő játékos is fér, hogyha úgy van. Egy podba két játékos igen, belefér? Hát ez nagyon úgy van szerencsés. Szabály szerint, hogyha beszállsz, akkor döntesz, hogy kilövöd magadat, vagy vársz. Tehát lehet nincselni a másikat, hogyha úgy van. És akkor ezt a tokent onnan le is vehetjük, mert... Ezt én le is veszem. Így van, de előtte egy zajt még dobjál nekem. Dobok egy zajt. Mit nem szabad dobni? Minden szabad dobni. Azért... De leginkább egyest akarok. Ide. Úgyhogy ja, pont arra megyünk majd. Úgyhogy megoldjuk, semmi baj. Problémás. Meg. Jó, mit szeretnél még csinálni? Az a helyzet, hogy én itt most ugye kereshetnék, viszont akkor te nem tudnál már keresni. Nem baj, keressél nyugodtan. De utánod majd én tudok keresni, mert nekem a, ugye itt aha, van a reconnaissance-om. Úgyhogy én megvárhatnám azt, hogy te átjössz, keresel, és aztán én meg rákeresek igen, a szobára. Igen, csak csinálnod kell valamit, mert nem passzolsz, tehát ebben a fordulóban már nem fogsz más csinálni. De, ja, hogy nem olyan nincs, hogy egy akciót kijátszottam, és aztán lemegy egy kör és a másik, és utána még egyet? Nem. Nincs olyan? Vagy két akció, vagy egy akció passz, vagy passz. Így van. Lőjél. Nincs mire. Szájba lőjek valakit? Nincs mire. Hát csak az ajtót nem tudod kinyitni nekem. Fel tudom robbantani neked az ajtót. Jó. Nekem az is jó. Az zajtok ennel jár? Nem. Érdekes mód nem. Nem, de az nem. A 13 kilós scout lány az zajcsap egy kettővel alébb lévő koridorban, de az, hogy én kirobbantam az ajtót, az semmi. Realisztikus játék. Valójában nem zajt csapsz, hanem zajt hallasz. Akkor én ezt felrobbantottam. Igen, ha felrobbantod, akkor csak elfekteted ott. Ez azért lesz fontos, mert a későbbiekben, hogyha menekülnénk és bezárnánk magunkat az ajtót, hogy lassítsuk az intrudereket, akkor ott nem tudod bezárni. Nem tudod bezárni. Jó. Így van. Semmi baj. Full logic. Tehát nem kell emiatt aggódni, és egyébként ez így logikus, hogy zajt hallasz, és nem oda csalod az alieneket. Így hanem, van, hogy szóra. Itt possibly a sárgákon él a királynő. És fossa a tojásokat. Így van. Kaci, te jössz. Én jövök. Hát ez... Kaci kapitány. Felettébb érdekes. Most az a baj, hogy ez pont a legrosszabb helyen vagyok. Miközben András jövök lamentál. Hadd kérdezzem meg, hogyha valaki valamilyen üzenetet szeretne küldeni erről a hajóról, azt hol tudja megtenni? Van egy úgynevezett szignárum, ahonnan ezt lehet a szignált küldeni. A szignárumból küldöd a szignált? Vagy comsroom talán, tehát hogy egy ilyen rádiós szoba lesz, és akkor ott tudod küldeni a szignált. Ez gyakori feltétele annak, hogy nyerjél a játékban. És közben Kaci talál egy raktárt, viszont X-et húz, úgyhogy ez még a taknyot is negálja, amivel be van kemve a teste a kapitánynak. Oh, yeah! Úgyhogy egyelőre ott jók vagyunk. Te akkor ilyen takonyfiú vagy most éppen? Igen, én takonyfiú vagyok, mert mindig ahhoz forgatom valamit. Ezért fölöslegesen jöttem carefully, mert hogy rajtam van a takony, akkor úgyis mindenhova raktam volna. Most careful move volt? Careful move volt. Az mindenhova rak, úgyhogy jó, hogy az egyiket vedd vissza nyugodtan. Nem kooperatív. De... Ami tapad, az ragad. Ja, és akkor... Szóval akkor most mindenhova került volna, de a token az negálja neked most. Nagyon jó. Hát szóval óvatos akartam lenni, de valójában balfasz vagyok, úgyhogy betriggereltem volna az alient, de bejött a token, úgyhogy nem. Halkan csupogsz. Idióta vagy, de szerencsés. Na, ez egy storage. Így van. Signal storage? Nem. Hol gyűjtöm össze a szignált? Szörcsölni szeretnék. Szörcsöli Kaci a storage-ot, nagyon jó. Akkor kettő piros kártyából választhat. És a storage room az amúgy is kártyaakció helyett, ugye a szobának az akciója az az, hogy tárgyat kereshetsz benne. Tárgyat lehet keresni a storage room-ban? Igen, így van. Az discard, az jöhet ide. Ja, és most... A következő körömben majd akár két lap eldobásával ott szörcsölhetnék.
Igen. Igen, így van. Hát nem search, effektíve, ja, de. Hát search. Jó, én ezt majd mindjárt megnézem neked, hogy hogy és mint van, vagy meg tudod nézni, mert szerintem nálad is van egy ilyen lapkaci, ami rajta vannak ezek a dolgok. Jó, én akkor azt fogom mondani, hogy... Én egy restből akkor szaladok Dave utánad. Gyere, kérlek, kirobbantottam neked az ajtót. Köszönöm is. Szépen. Olyan, remélem, hogy az a titkos küldetésed, hogy állj rá a lábamra, persze. Faszfej. Mondja az, aki engem tolna előre. Faszfej. Már bocsánat, de előre mentem ellenőrizni. Direkt nem kerestem, hogy tudjál keresni, és még az ajtót is berobbantottam neked, hogy spóroljak neked egy akciót. Király vagy? Úgyhogy én a helyedben ráülnék a kis számra. És nagyon hálás tennék Scout kisasszonynak. A büdös Scout! Jó, és... Scoutlin Jenner vagyok. Eldobok még egy kártyát, és... Egy férfi, aki nő, Scout. Scoutlin Jenner. Átmegyek a kokpitbe, Kaci segíts meg lényegyesre. Igen. És dobok egy zajt. Mi? Nem keresel? Egy! Nem. Kettő! Nagyon jó, szóval... Feljönne ide a második zaj. Így van. Te mit örülsz ennek ennyire? Mert nem nála jön az első intruder. Jó, szóval mivel felkerülne a második, ezáltal nem kerül föl, hanem lekerül az összes zaj a szoba körül. Nehol. Uh-huh. És hát az az egy, ami fent van. Ilyenkor, hogyha lenne szellőző járat, akkor onnan is kitakarodna a cucc. És akkor én húzok valami szépet, ami ott miért te? Veszik. Ne te! Ne én húzzak? Húzza ő, hát ő triggerelte. Mi úgy szoktuk, hogy az húz mindig, aki triggerelte. Jó van, Kacinak az a küldetés, hogy mindannyian halljunk meg. Ez már teljesen biztos. De jó esély van, hogy ilyen van. A négy küldetésemből három ez. És ez pedig egy lárva, amit én kihúztam. Úgyhogy Kaci ott van előtt. Ebből így áll, köcsög. Jó, akarom mondani, hála Istennek. Na most, ami az extra, ilyenkor azt mondom, mellém ragd oda, kérlek. Hát oda a szobában így van, itt mutatom nektek, minden egyes ilyen tokenen van egy szám az egyik oldalán. Ez azt mutatja, hogyha annál kevesebb lap lenne a kezembe, tehát most jelenleg egynél kevesebb, tehát nulla lapom van, akkor ez rögtön eltalált volna engem egy támadással, ugyanis a lárváknak nem húzunk támadást, ők csak megpróbálnak megfertőzni minket, a facehuggerek az alienbe, és a másik oldal pedig mutatja, hogy milyen fajta drágaság ugrott itt ki. Úgyhogy én ezt ide vissza is raktam, és meg volt a két akcióm, és most ott van mellettem ez a kis drága. Viszont látunk egy intrudert, uraim. Úgyhogy a kettő objektívünkből az egyiket most el kell dobni, és ki kell választani. Az hogy... baj, hogy a Kaci előző akciója miatt, vagyis az előző kis interakciónk miatt elbizonytalanodtam a küldetésemet illetően. Hát nem tudom. Én nekem mind a kettő kártyám jelenleg teljesíthetőnek tűnik. Nekem is. Csak kérdés, hogy kedves legyek el, és hogyha igen, akkor mennyire. Én ezt fogom megtartani, mert úgy érzem, hogy a kockáztatás az egy jó dolog. Jó. Én most úgymond a biztosra megyek. Ezek a diszkáltok. Meg a kettes játékos? Majd a végén elmondom, hogy mind dobtam el. Jó, de úgyis oda van rakva, majd meg tudjátok nézni. Nem, Kacusnak ilyen az arca, tehát hogy nem feltétlenül akar bárhova menni, hanem ez az arca. Vagy mennél, Kaci? Mi? Semmi, a harmadik ember írja a cseten, hogy unatkozol, és nem kedved itt lenni. Egyáltalán nem. Szar ez a játék. Mi nem akarjuk, hogy itt legyen. Valószínűleg ez a problémája. Meg még nem tudott senkit szájba lőni, és ez meg a másik problémája. Dév, te vagy! Én vagyok! Help me! Jár azért valami, ha megölöm az alient? A végtelen gratitúd tőle, mint olyan. Plusz akkor én könnyedén meg tudom ott nézni a komputert, meg a koordinátákat. De én scavengelni akarok. De azt utána is tudsz. Mert mindenféle dolgot el kell dolgozni. Skavangálók! Gyülekező! Jó van. Az a baj, hogy csak két kávét ittam rá.
Mit tartottam még? Lőni csak simán lövök, ugye? Igen, de az egy szobába kell lenned. Vagy. Egy szobába, tehát mindenképp át kell mozognom. Így van. Én eldobom a reconnaissance-t, és ezzel átmozgok ide. Így van. Dobnom kell? Nem dobom nem, zajt, mert hogy ott figura vagy. Figura mellé mozogtál. Jó. És én tudok olyat, hogy suppressive fire, amivel... Azzal kimozgatlak titeket. Lőd le. Lelövöm. Pusztítsd el. Dobnom kell kártyát ahhoz, hogy lelőjem? Igen, ugye az is egy basic action, ugye a shoot, az egy kártya. Nagyon jó, hogy rajtam spórolod a kurva akcióidat. Egy ammo. Itt az ammo. És itt meg egy kocka, és bármit dobsz, ami nem blank, az meg fogja ölni, és az meg is öli. Nice. Az így a legjobb, van. Ugye? Így, igen, ugye úgy van, hogy ha nem alien szimbólum van, akkor az fixen sebezni fogja a célpontot. Egyet vagy kettőt. Egyet vagy kettőt, így van, és a többi, azok pedig az olyan fejlettségi szintű, vagy kisebb fejlettségi szintű alieneket fogják. Ugye a lárva a legkisebb, és neki nem is húzunk életet, hanem ő csak ilyenkor kinyív van, őt lelőtted. Ami nála még a csúnyaság az az, hogy más helyzetekben dobna nekünk egy ilyen úgynevezett alien carcass, tehát egy ilyen tetemet, amit megvizsgálhatnánk, hogy találjunk valami gyenge pontot rajtuk, de sajnos ő olyan pici, hogyha meglövöd, akkor azzal ledődöttel itt szét pocsan egy ilyen pepperonis pizzával, és semmi nem maradt belőle, amit használhatnánk. Úgyhogy... Ja, de nagyon-nagyon szépen köszönöm a Rissavot, a Giglertől kaptad az ajándékszavat, és nagyon örülök, hogy úgy érzed, hogy érdemes itt maradni. Nagyon szépen köszönöm a támogatást. Te jó baráttá! Na! Jó, és akkor megvoltál két akcióval, úgyhogy Kaci, te jössz! Persze. Én tovább köszönöm szépen, fogok rohanni. Attól félek, hogy ezt nagyon meg fogom bánni. Miattam nem fogom. Ez garantás. Át fogok mozogni ide. Jó. Még mindig taknyos a lábam. Úgyhogy minden zajos lesz. Kaci hozza magával az egész fészket. Nem akarsz átmenni a zuhanyzóba megjavítani, ezt lezuhanyozni? Mert még egy. De oda is. Oda is, még így van. Nem csak a szagod miatt mondom. És szeretné... Szia Attila! ...keresni. Oké. Okay. Ebben a szobában. Valamúgy... Nem tudsz. Miért? Nullás. Ja, mert... Ó. Ó. Hát akkor nem. Akkor nem. Fudge. Hát ez... Hát figyelj, tovább jöhetsz, vagy megállhatsz ott. De nem hozd ide a szart. Hát ha tovább jövök, akkor ha itt hárva... is triggerel. Meg az 1-2-re meg is. Ott is triggerel. Ja. Hát jó, most mit tudok csinálni, érted? Elfele menni tőlük. Silent movementet nem tudsz? Én akkor is zajcsopok. Hogy jön le rólam a takony? Bemész ide a sávajzóba és megjavítod. De én nem tudok javítani, én a kapitány vagyok. De tudsz, mindenkinek van repair kártyája. Van repair kártyád, csak neked kettőbe kerül gondolom, mint nekem. I guess. Tehát, hogy három lap. Vagy csak megállsz ott és vársz, az adott helyzetben megérheti. Vagy használod az engine control roomnak a képességét, és megnézed, hogy melyik az engine control roomban megnézheti az összesnek a legfelsőjét. Igen? Tehát tudni fogja, hogy melyik működik és melyik nem. Így de az nem az volt, hogy az broken? Nem, az broken. Igen. De akkor el kell dobnom a search-ot. Hát de húzni fogsz úgyis. De kidobom mind a kettőt. Hát mit szörcsölsz később? És mit csinálok addig? Nekem se szabadott szörcsölni, hogy a hülye gyerek megcsinálhassa, amit meg akar. Én vagyok a pilóta, basszus, belemegyünk a marsba, öcsém, hogyha jó, nem... Jó, nekem ezt a taknyot le kell szednem magamról. Azt elhiszem. Honnan tudod, hogy a marsba megyünk? Most csak tippel, most mondtam valamit. Nem tetszik ez nekem, nem tetszik ez nekem, árulás szagot érzek. Felrobbantom ezt az ajtót. Jó. Fú, de nem tetszik ez. Oké, okay, rendben. Arra is használtam volna, hogy elront csak egy szobát. A szobát is felrobbathattam volna. Nagyon jó, András. Nagyon örülünk, hogy... De azt is csinálhattad volna, hogy nem szopadsz be mindenkit, hanem mondjuk megnézzük az egyik engine-t. De hát senki. Onnál az összeset megnézhette volna. Igen? Igen, az leszkennel az egészet a játékban. Megnézem legközelebb. Nekem van egy... Dehogy nézem. Valamint taknyos vagyok, addig... Összeszörcsölök minden. Nekem van egy pilotingom, én szeretném megnézni a koordináta kártyát.
Hát basszus, tényleg a Marsra megyünk éppen. Az nem jó, mindjárt állítom. Aha, persze. Az nem így most. Hát persze. Tudti, hogy nem a Marsra megyünk. Pillanat. Jó, és van egy old friend nevű kártyám, aminél használhatom a szoba akcióját, hogyha nincs ott komputer. És igen, nagyon hülyén hangzik, de nincs ott komputer. Most nem olyan komputer, ami nekünk kellene játékmechanikailag. Úgyhogy B-ről C-re szeretném átmozgatni a tokent. Úgyhogy jelenleg a C-re megyünk. Nagyon jó. Úgyhogy, és te vagy, Dave. Én vagyok? Igen. De hát ide látom, hogy az A a föld. És a C az meg egy meteorsával. A pusztulatba visz minket. Ha nem bízol bennem, dobd el a két lapot és nézd meg a koordinátát. Jól vagyok. Én eldobom az interruption-t, visszajövök. Ne engem! Picsába! Visszajövök. Meginterruptálhattad volna, hogy átállítsa a koordinátát. Meginterruptálhattam volna. De miért akartam én ezt volna megtenni, András? És a másik akcióm... Dobj zajt. Jaj, várjál, nem jó, bocsánat. Na. Ez nem jó, mert ugye dobnom kell egy lapot azért, hogy itt kereshetek? Nem. Nem keresetek szart se? Nem. Ott nem. Nincsen semmi. Nem. Nem. Tegyek egy pici hangot a streamre. Ezt már nagyon sokan írtátok. Hát, hárman. Nem, már 10 plusz. Dehogy is. Nézem folyamatosan. Jó. Jó, fel tudunk egy kis hangot adni. Nem sokat, de egy picit igen. Addig játszatok szépen. Raktunk rá hangot, úgyhogy elméletileg most már igazából rendben kellene, hogy legyen. Ennél többet csak akkor tudok rakni, hogyha ha azt akarjátok, hogy nagyon sokat torzuljam. Most? Miért kellene? Jó. Ez legalább dobja egy zajt. 3. Na, akkor viszont... Ezt kocsi felerakta. Nem mozogtam sehova. Nem. Jó, tehát akkor passzolsz, vagy mi lesz? Hát, az a helyzet, hogy lehet, hogy én még megkockáztatok annyit, hogy az interruption-nel átmozgok ide. Jó. Dobok egy zajt. Ha 2-3-at vagy 1-et dobsz, akkor jön. Mit? Akkor jön. Ha 1-es, vagy 2-es, vagy 3-as dobsz, akkor... Valami jön. Rád jön a... Miért? Mert van az zaj ott. Ja, azt hittem, hogy ennél számít, hogy ahonnan elindulok. Nem, ahova mész. Az baj. Az baj, mert akkor nem oda kell mennem, hanem akkor ide kell jönnöm. És akkor itt aránylag veszélytelen a helyzet. Hát dobjál valamit, és akkor abból még nagy bajod nem lehet jelen. 3. Na, hát az para. Mert? Hát mert, hogyha most tovább lész a kabinba, és nem dobsz karmot vagy X-et, akkor valami jön. Mert ugye ott már minden zajos. Nagyon jó. És második akció mi lesz? Cancel. Pass. Pass. Kaci? I pass. Én is pass. Te is pass. Jó. Én actually... Jaj! Idióta pénisz atka! Mi van? Semmi, fogyatékos vagyok. Mert hogy ugye a quest itemet akartam ott aktiválni az előző helyen. Aktiváld még előtte, az el kell dobnod egy lapot, dobd el.
De akkor maradhatok ott? Hát, időzsaru. Hát vagy ott, tehát most nem, már... vagy, nem. Nem időzsaruzunk le, de nem, hisztizni fog végig. Dobd el, és akkor visszaforgatjuk. Ne, hagyjad. Nem végig. Ne végig, csak most. Jó, ennyi történt igazából, hogy eldobtam ezt a kártyát, és aktiváltam a quest itemet. Jó, nézd. Hogy hívják ezt a quest itemet? Mert azt tudjuk. Security key. Security key, aha. Okay. Security key. Room and close open any doors in all corridors connected to this room. You may choose which doors to close and which to open. Elmondhatja, hogyha akarja, nem muszáj neki. Nem muszáj, elmondanom, annyit tudok, hogy ha téged bántani akarlak, akkor ezzel könnyebben tudok. Ja, és én meg most jut eszembe, hogy elnéztem a szabályt. Egy dolog, hogy a kaci nem mindig körbe rakja, hanem dob, és ha X-et dob, akkor az karomnak számít nála úgy szint. Úgyhogy dobjál egyet, léci, jó? Mert akkor ugyanaz történt, jó? Tehát... Ja. Csak hogy ne kelljen izélni, gondoltam, kidobom, de... Jó fej vagy, bocs, néha én is benézek dolgokat. Akarom mondani... Akkor te jössz az akcióddal. Én abszolút. Szóval most, ha ide tovább jövök, akkor ha 3-as, 4-es dobok, akkor... Akkor nincs baj. Akkor nincs baj. Ha careful move-olod, akkor is jó vagy. Hát akkor easy as 1, 2, 3. Jó, Kaci, te vagy. Én passzoltam már. Jó, én is passzoltam, ugye van két kártyám, de nem, valamiért a Dave mellett most úgy jól érzem magam. Nem, csodálom. Jó, srác, azért tudtál, hogy ki lehettem volna. Jó. Ezen izgultam, hát akkor rohanok keresztbe az egészen. Jó, mozog egyet a körjelző, illetőleg self-destruct nincsen, intruder attack nincsen, fire damage nincsen, húzunk egy eventet. Jó, ez vadászatra küldeni a játékterepen levő felnőtt alieneket. Úgyhogy ez még nem csinál most velünk semmi rosszat. Hála az égnek. Úgyhogy most meglehetősen csendes még a hajó egyelőre. Egyelőre. Jó, a kör az mozgott, és akkor Dave húzol egyet ebből. Nagyon jó! És most még nem egészítek. De majd utána. Tehát úgy majd utána egészíted ki. És húztál egy soldiert. Egy adultot húztál. És az adult az azt mondja nekünk, gyorsan puskázok egyet, mert nem akarok hülyeséget mondani. Intruder bag development, hova bújtál? Kategória karakter, escape, ninja attack, action combat. Marker, malfunction attack. Ez a szék, ez szék fog esni alattam, nagyon hamar. Ez így. Nem, es! Ennek ilyet nem szabadna csinálni. Kicsit remélem, hogy eltörik, belesel a mögötted lévő üveg sámliba. Átütött kézzel. Mi nem kedveljük egymást igazából annyira. De nagyon jól néz neki a streamben, hogy így fröcsög a vére, hogy az alien így megtámad. Kaci, nagyon jó nyomókötést csinálok. Majdnem kizárt, hogy ez így van. Kellett már? Volt már olyan, hogy azt mondták a mentők, hogy nem jönnek ki. Jó, mindenki dob egy zajt. Idehozhatnám Doriszt, igen. Mindenki dob egy zajt, így van. Az baj. Ja, kivéve akkor, hogyha harcba vagy. És ugye körbe megyünk, úgyhogy Dave, te kezded. Dobjál. 4-esre. Ide. Na. Hát én most bármit dobok, vége. Nem, ha karmot vagy X-et dobsz, akkor még jó vagy. Mert? Karommal is? Igen, mert akkor ugye lekerülne újra, de az nem triggereli. Tehát az, aha, az csak rémiszt. Ez egy 4-es. De jön valami, úgyhogy az összes zajonnal lekerül. Jaj. És nem a soldier jön? Az összes soldier. Nem. Az egy event ilyenkor. Ja, aha, hát ha ő az összes lekerül, akkor easy. Ja, oké. Most ne húzd ki a Queen-t. Vagy húzd ki. Vagy ne. Vagy tudom, hogy húzd ki. Ez a blank. Az a Queen. Nem, én húztam ki! Mellé mentem egyen. Éreztem, hogy ez a végén van, de... Olyan kurva jó, hogy nincs mellett. Hány lap van a kezedben? Azt találtam ki, hogy erre megyünk tovább. Egy. Úgy. Na ez 4-es, szóval ez rögtön rád is próbál csapni egyet. Ez a szépség ide. Kimászik kocival szembe. Gyere rám, anya! És ilyenkor van egy surprise attack, ami... Baszki!
Az atakkártyák úgy működnek, hogy az alienek ikonjai rajta vannak, nem fog nagyon látszódni, de megmutatja, és hogyha az ikonja egyezik azzal, ami ott van, akkor eltalálja. Ez egy tejlatak, tehát ez azzal a szép, hosszú hegyes farkával megbököd téged. Mindig is arra vágytam, hogy valaki a farkával. És hogyha lenne rajtad már egy Sirius Wound, akkor instant megölne, de itt csak kapsz egy Sirius Woundot. Méghozzá egy lábsérülést kapsz, innentől kezdve minden mozgás alapú actionöd, az, ja nem, bocs, a sima mozgás, nem, bocs, az escape action, az kettőbe kerül egy helyett neked. A sebzések úgy vannak a játékban, hogy a harmadik Sirius Wound után beérkező bármilyen seb, az megöl. Úgyhogy, úgyhogy ezt csinálja veled a mama. Ez történt most itt. Ez nem hangzik nagyon jól, András. Nem, ez nem hangzik jól. Onnan szerintem menjél, ne törődj a zajjal. De még én is dobok egy zajt, Dave, úgyhogy még lehet, hogy hozzánk is beköszön valaki. De az a máz, hogy Queen már nem hozzá. Igen, nem, azt találtam ki, hogy ne négyest. Kettes. Nagyon jó, hát ez semmit nem számít. Hát halljuk, hogy Kaci Sikit. Igen. A kapitány. Te vagy az András? Haló? Jó, oké, rendítsek. És akkor ezzel rendőtte vége a körnek, most lehet újra húzni kezet. Jó, rákeverek? Vagy ugyanúgy jönnek vissza, ahogy rákeversz, tehát rákeversz, hogyha újra kell keverni. Neked nem kell újra keverni? Még nem, mert még nézem, hogy megtartok-e. Mit nézem? Azt hiszem, hogy megtartom ezt a két kártyát, ami nálam van. Hát amúgy remek, hogy a legelső Sirius Woundom az egy... Az egy rossz dolog. Az egy iszkép, hogy nehezebben tudjuk eliszképelni. Ez a Queen Elizabeth. Igen. Ez Erzsébet királyné. Hogyha közelebbről megnézitek, akkor ott van a makulátlan ánusz is. És akkor az iszkép az úgy működik, hogy most eldobok két kártyát. Húzunk egy intruder attackot. Igen. És akár talál, akár nem, de át fogsz hozogni másra. Kivéve, hogyha kihúzunk még egy tailat akkor, mert ez megölik a macit. Mert már van egy Sirius, mondja ugye, szegénynek. Ilyet még nem láttam amúgy. Tehát, hogy olyan még soha nem volt, hogy rögtön Queen, és jött az ilyen tailat akkor. Én azt láttam, hogy ez nem András napja, csak én azt hittem, hogy... Vagy elkezdheted lőni. Az is opció, Kaci. Jaj, de jó, és ráadásul kiadja, ugye van egy ilyen parancsunk, hogy felkiáltol egy bölcsesség, és az random ad ki egyet. És most kiadta azt, hogy Kaci feje fényesebb, mint a jövő. De Kaci jövője nem fényesebb, mint a fejed. Na Kaci, ha megmenekülsz, akkor én meg tudlak gyógyítani. Én nem. Nekem nincs gyógyításom. Nekem van, és de pont van. Erre jó. Az jó. Még a slime-ot is le tudnám szedni vele. Keress egyet, azt majd meglátsz. Nem tud. Nem tud. Ja, a tagban nem lehet keresni. Meg amúgy sincs semmi a szobában. Jó, iszképelek. Figyelj, szerintem kezd el lőni, és aztán én lekergetem rólad. De hogy? Hát messze van. De odaérek ebben a körben, és aztán én megoldom azt. Bíz bennem. Annyira a fejemre fogja dobni a gránátot, és meghalom. Nincs gránátom. Egy piros állítani, ne lessé, baszki. Az nem gránát, az egy energy charge. Abból újra tölteni tudok. Ez tipikusan az, Kaci, tudod, amikor felállsz egy asztal tetejére, és hátradőlsz csukott szemmel, hogy elkapnak-e a többiek. Én mikor hagytalak téged cserben, úgy őszintén? A Werewolfnál is én voltam az egyetlen egy, aki elhitte neked azt, hogy nem vagy vérfarkas. Bocsánat, a geciség utazik játékokon keresztül, a jóság nem. Iszképelek. Nem bízik bennem. Jó, oké. Okay. Én nem hibáztatom ezért. Iszkép. Húzunk egy intruder attackot. Summoning. Ott van a zsák, húzzál belőle egy tokent. Not cool, buddy. Mi ez? Ez egy adult. Elszaladhatsz. Az a jó hír. A rossz hír, hogy a szép fiú is idejött. Anya mellé. Na, hol szaladjak? Be tudnak jönni, gondolom, a hibernál. Bárhova mennek. Bárhova mennek, és az ajtón is átmennek. Olyan, mint a velociraptorok. Hát akkor felétek szaladok egyébként. Jaj, de szeretem. De miért felénk jössz?
Hát, hogy segítsetek! De nem akarunk! Hát, azt én leszarom. Jó. Mindenki egyet. Nem. Nem. Most not, már nem. Not happening, bro. Jó. Szóval... faszom. Jó, akkor én vagyok. Kijátszok egy kártyát, Knowledge of the Ship. Megnézhetem ezt a roomot. Ó, ez nagyon jó lenne. Knowledge of the Ship? Milyen lap? Honnan vannak ilyen lapok? Hát a pilóta. Ő nagyon ismeri ezt. Hát de fülem neki pihenni tudok, meg Suppressifier-ölni. Nem, vannak ilyen szuper képességei. Hol? Neked is. Hol dirigálhatsz, meg tarthatsz motivációs beszédet. Signál? Nem Signál, labor. Labor. Ott, hogyha elhoztuk volna azt a szép fiút, vagy lelőjük valamelyik ilyen cicavirágot, akkor ezt meg lehet nézni. Másikat nem tudom. Az a helyzet, hogy arra fele nem akarnék menni. Merre? Hát a Queen fele. De nagyon nehéz más fele menni. Ennek dobnom kell zajt, ha olyan helyre menekülök, ahol nincs senki. Helyre menekülsz, ahol nincs senki, zajt, ahol kell. Akkor dobj ilyen zajt is, jó. Mindent elhízünk a csetnek? Hát most elhittük. Négyes. Négyes. Ott még nincsen, szuper. Jó, egy kettes dobtál volna, az lett volna az igazi kacim. Ja, mert na, valójában az történik, hogy a kapitány elment. Mi elmentünk az irányító a pilóta fülkébe. Igen. A kapitány elment a hajó másik irányába, összegyűjtötte az összes alient, amit a hajó talál. Egy csomó dolgot. És aztán fut felénk. Felfedeztem egy csomó dolgot. Na, jó. Szarból van a lelked. Ti elmentetek, most... és lehet, hogy belevezetitek a hajót a büdös, tehát semmibe. A földre lehet. Megyünk. Ja, ne és félre, neked sem hiszek. De egyelőre egy fontos eszet vagy. Az tök jó, szuper. Jövök ide. És dobok egy zajt. Jó. Ne egyet, kettőt vagy négyet. Ja, igen. Meg hármas sem kéne. Ott a hármas. A három az jó? Nem, mert az is ott a szellőző. Úgyhogy jön valami. Úgyhogy a szellőzőt is kiürítem. Nézzük, mi van itt. Labor. De telepakolnál zajjal, hogyha... Nem lenne ezért. És hány item? Kettő. A zsákból húzva egyet, Kaci. Húzzak én. Azt kivettük, ugye, amit én kivettem? Igen, ott van mellette. És hova jön? Ide jön? Nem, oda mellém. Ide? Nem a ide szobába be. Átmentem. Aha, ez nem megy el? De az is elmegy. Ja. És ez egy lárva. Egyes. Ez nagyon jó. Ja. És van nálam több kártya, úgyhogy nem baszkurál. Jó, Dave, te vagy nekem, volt két actionom. Nem, ez egy action volt. De előtte megnéztem a szobát, hogy mi van ott. Ja. De most akkor megint nekem kell utánad mennem is lelőni azt a fost? Hát ezt megköszönöm. De akkor megint elpazarlom az akcióimat, és nem keresek. Hát gyere, átlőd le, aztán keresél. De nem tudok, mert átmegyek, egy akció. Lősz, egy akció, és aztán utána majd keresed. De folyamatosan ezt mondod, bazd meg. Előbb lő, aztán kérdez. Jó, átjövök, igen. Hülyeség, nem? Egy olyat csinálok, hogy perform a shoot action, és draw a card. És ez az én adrenalin akcióm, úgyhogy... Egy töltényt azt adok a banknak, és... Két sebzést kap. Irgalmatlanul lelövi. Ja. Ez vagyok én! Ezen a hajón. De tényleg, tudod, mi vagyok én? A rohamfekád. Semmi. Bajba kevered magad, megyek, kitakarítok. És húzok egy kártyát az action deckemből. Kaci, te vagy. Hát annak érzem magam, fiú, nem. Most akkor, hogy most, ha ide jövök. Igen. Akkor dobsz egy zajt, és ezt, ha megjavítod a szobát, akkor utána lehet tudsz tusolni. Annyira vicces ez, hogy megjelent egy négyszer akkora élőlény, mint te, úgyhogy elmész zuhanyozni. Akkor oda megyek. Menjél. Az a kérdés, hogy carefully menjek-e. Hát, lehet, hogy nem lenne baj, hogyha jön valami, akkor megyek, azt lelövöm én. Ezt mondod körök óta, és én lövök le mindent! Mert mindig nálam jönnek ne, nem érdekel! Itt már bennem egy oda kicsit megyek, zajolok. Dobok egy kettes.
Marcinak, amikor kibontottuk ezt a játékot, az volt az első kérdés, hogy lehet-e az alienekkel. Mondom, hogy sajnos ez nem így működik. Hát de most meghalok, és lehet-e. De meg a lófasz, hát proxiban az alienekkel vagy egész végig. Spawnolod őket. Árva. Hányas van rajta? Egyes. Egyes. Az jó. Ne oda rakd, magad mellé rakd. Ne. Ide. Jó, akkor semmi. Gondolom több kártya van nálad. Kettő van nálad. Szuper, akkor semmi gond. Jó. Most csináltok még egy akciót? Hát ez volt az első, szóval ja. Akkor keresed. Nem tudsz. Előbb le kell akkor lőni. Kombatban. Lőd le. Az sima, eldobok egy kártyát. Eldobsz egy kártyát és... Eldobok egy kártyát. Imádom. Eldobok egy six shooter. Köszi a raidet, Gary. Akkor kellett volna, amikor visszafut a Queenhez. Jó, és akkor dob egyet, és lő, és lelőtte. Jó. Nagyon szép, András. Ugyanezt a hercegnőnél is, királynőnél. Hercegnő. Jó, oké. Én vagyok, én szörcsölöm azt a szobát. A faszomból jár. Nyugi, maradott más is, nem iszok a faszodból, azt meghagyom neked. Kicsit elegem van. Hát, legjobb akkor is meg is sik. Lejjefordítod egyel a szobát, kérlek. Hogyne. Ha szörcsölsz még egyet, akkor hátba lőlek, azt nem, már mondom. Nem, szörcsölök még egyet, nyugodj meg. Eldobok egy ilyet, és lejövök a cimelli. Ide jön a zajongani. Nem dobok zajt, mert melléd mozogtam. Jó. Nagyon kedves. Én jövök, ugye? Így van, Dave, te vagy. Az első akciómmal szörcsölök egyet, amiben kérek szépen kettő. Ennek van hand limitje? Nincs. Na, jó. A nehéz tárgyaknak van. Aha. A konzrumot meg kéne találni. Hát figyelj, imádkozz, hogy nem az ott. Azt nem tudom mi. Lejjebb forgatod azért? A számát nullásra. Meskény. Jó lesz ez. Dave eldobott és... egy alkoholt. Jó. És... egy energy charge-ot. Az nem az energy charge. Hanem? Itt az energy charge. Piros lap. Hogyha van. Van. Akkor azt kell eldobni hozzá. Nektek is vannak ilyen quest item-e ide? Igen. Egyébként. Nekem van egy evacuation key, meg egy orbital maneuvering system. Aha. És ezek nagyon jó tárgyak, ugye? Általában nagyon jó cuccokja. Jó. Akkor eldobom az energy charge-omat. Meg egy kártyát a kezedből. Szóval. És... de most sem nem kell most. És megnézem, hogy ez micsoda. Most boldog. Ez jó! Jó, Kaci, te vagy. Én szörcsölni szeretnék. Épp, hogy kifutott jazz meg a halál szájából. Semmit nem akar! És bármit... rohanok oda, jól van kapitány? Igen, várja, csak ti meg kell találni. Bármit húzhatok, ugye? Igen. Bármit húzhatsz. Hát Kaci, meg tudnálak gyógyítani. Most meg is fogod. Na. Ezt akarom megtartani, ezt eldobom. Oké. Okay. És passz, nincs több napom. Jó, nekem van egy, de passzolok. Dél? Neked van egy, de passzolsz? Van amúgy item hand limit? Nincs. Ha heavy, tehát hogyha olyan spáros zacskó van rajta, mm-hmm. mint a fegyvereden, akkor azt ki kell raknod, az nyilvános. Jó, ezeken... Én eldobok egy lapot, illetve a scavengingemet, amivel azt tudom csinálni, hogy itt szörcsölök még egyet. Oké, okay, szuper. Akkor adtam neked két zöldet. Köszönöm szépen. A két zöld pedig... Dévnek jó sok itemje van. Ezek nem számítanak akciónak a kijátszások. De. Hogy használod, az a actionnek számít. Igen. Igen. És akkor ugyanúgy el kell dobni hozzá kártyát adott helyzetben. Jó, mi passzoltunk, neked még valami? Én is passzolok. Te is passzolsz. Jó, akkor körjelző mozó, kérem a cicát. Én leszek újra a kezdőjátékos. Illetőleg self-destruct nincs, fire damage nincs.
Event kártya. Scent of Prey. Ez jól hangzik. Ő a hármas irányba mozog, úgyhogy átjön ide, anya ott marad. Nagyon szorra van szerencsére. És igen. Az ellenkező irányba. És egy zaj kerül az összes olyan korridorba, ami slime-os karakter. Szóval ide, a Kaci olvasta, hogy ez a slime-ozás, ez nagyon megy az interneten, úgyhogy azóta. Kaci. Jó, szuper. Figyelj, gyorsan fürdessük meg, Kaci. Valaki szerelje meg. Jó, igyekszem. Jó, és akkor köröd végén, Kaci, még egyet onnan húzzál abból. Nem tudsz queen húzni. Ha lárvát húzol, az nekünk a legjobb. Mi a legrosszabb? Ha adultot, mert akkor annál megint dobunk zajt. Én akkor ezt húzom ki. Az egy blank. Jó, akkor bekerül egy új lárva oda. Jó. És akkor most egészíthetünk. És ötlet. Most egészítheted már a kezedet, így van pontosan. És ezt eldobom, hogy húzzak Kacinak egy szerelést, hogy ki tudom húzni. Kaci mázlid van. Megszerelem az zuhanyzót, hogy ne legyél aktív. Tudok majd motivációs beszédet tartani. Jó, szuper. Dév, gyere oda mellénk, és akkor megmotivál minket a parancsnok úr. Jó, te akkor megjavítod, én bemozgok hozzátok. És akkor Kaci megmotivál. Jaja. Jó. Oké, én kezdek. Mi ez? Hand grenade. És én azzal kezdek, hogy megjavítom ezt a szobát. És ez két lapotba kell. Egy. Hát az meg hát még az egy. Meg még egy, ja. Ja, úgyhogy ezt megjavítottam. Úgyhogy most már le tudsz kusolni a parancsnok. Én meg közben átkutatom itt a terepet. Isten áldja a zuhanyzást. Mi kéne nekem? Húzunk egy pirosat, meg egy zöldet. Te vagy, Dave? Én vagyok? A trade action az egy action? Yes. De tudja más is inisiálni. Igen. A trade action. Persze, nyilván. Bocs, Kaci. Semmi gond. Köszönöm, téged rúgdosak ott az asztalon. Valószínűleg igen. Én a basic ripperért, vagy kettőt kell eldobnom, hogy silent. De nem kell, mellénk mozogsz. Ja, mellé. És nincs zaj. Nagyon jó. Nagyon jó. És szörcsölök egyet. Okay. A két pirosat kérnék szépen. Aha. És akkor közben jött a parancsnok úr. Parancsnok úr. Fürdjél már le! Lefürdök. Ez kettő kérdés. Én kettőben a left hand-ben húztam egy prototype rifle-t. Nem oda. Amiben kérek szépen hat amót. Ez egy erős cucc. Igen, és ez azt tudja, hogy ha ilyet dobok, ilyen duplát, akkor elköltetek még egy amót, még egy sebzésért. Nagyon jó. Ja. Jó, én kettőért lefürdöttem, úgyhogy elmegy róla végre a slime. És tartok egy motiváló beszédet. És akkor húzhatunk egy lapot. Mindenki húz egy lapot. Várjál. Tartsd a motiváló beszédet. Nem akarsz hilellődni? Hát most már megtartok. Ez is jó. Nem tudom. Hát figyelj, akkor lehet azt, hogy én az akciómmal, az egyik akciómmal rátrédelem az egyik itemet. Majd amikor te jössz. Aha, te mert Gábornak mennie kell, úgyhogy azt jól lenne... Gábornak nagyon mennie kell. Viszont Gábornak mennie kell. Gábor nem megy sehova. Gábor gyógyítja Kacit. Hogy? Úgyhogy van most már gyógyítós cuccam. Én azt is élem. Húzzatok lapot, az a lényeg. Húztam. Motiváló beszédet tartottam. Köszi, én is király vagy. Köszi. Jó, oké. Én akkor eldobok egy kártyát, és akkor a medikittel én dresszelem a sebedet. Ez azt jelenti, hogy lefordítod a kártyát. De hogy akkor nem is kell rátrédelni? Nem kell. Tehát, hogy egy helyen te dresszeled? Én azt meg tudom hílelni a dress wound-ot. Így van pontosan. Tehát lefordul, így már az effektje nem él a kártyának, de attól még sebb van. És akkor majd a Dave meg tud rendesen gyógyítani. Jó. De nagy királyok vagytok. Na, ja, ha ezek után elárulsz, valamelyiket meg kell ölnöm. Akkor átrúgok beléd az asztal alatt, hogy kirepülsz az ablakon. Nem tudom, hogy lett ez ennyire barátságos, amikor arról szól az egész játék, hogy öljük meg a másikat. Nem, hogy arról nem annyira. Jó, és akkor azt mondjuk, hogy jöjjünk erre tovább? Aha.
A komzrumot találjuk meg. Jó, keresek neked komzrumot. Nekem az, mi a komzrum, a szignáról? Igen. Neked is az kell? Oda szól a szikretem. Jó, hát én azt keresem. Jó, figyelj, akkor én átjövök ide. No, dobok egy az zajt. A komzrum. A egyes. Tehát ide kerül egy zaj. Ez remek. És ez a komzrum. A... Nagyon jó! Itt van három, meg egy karbonás. Akkor az semmi, akkor tök mindig, hogy mit dobtam volna. Három a egy zaj még oda bekerül, ezért bár is ennyi történik. Van benne három item, így van pontosan. Jó, és akkor Dave, te vagy! Én vagyok, én is magasabban meg. Eldobok egy akciót, és heal one dressed serious wound. Juhu! Úgyhogy meggyógyítom Kacit. Köszönöm! Szívesen. Mindenki szanitét. Aha. Ültem az orzóban, így folyadtam magamra a vizet, és kiváltam, hogy FELCSER! És még egy akcióval elmegyek utánad. Oké. Okay. Jó, én jövök? Így van, te vagy, Kaci. Én egy... Utána dob egy gránátot. Nem. Egy mozgással átjövök utánatok. Nagyon jó. És... megnézem a lokkijemet. Az el kell dobnom egy lapot, ugye? Így van. Aha. A parancsolgató lapomat eldobtam. Jó. Mennyi item van itt? Itt jelenleg három. Akkor még rám fog kerülni a sor. Nem. Nem azt nézem meg, hanem szörcsönök. Szörcsönök. Biztos sem egy. Jó, akkor kettő sárgát húzzál, Kaci. Meg kéne duct tape, hogy meg tudjam javítani a szaros intercomot. Duct tape kell az intercom javításhoz? Igen. Hát mondjuk mindenhez. És most gránát. Valószínűleg egyébként. Vagy mindannyian ilyen nagyon pacifisták vagyunk, azt nem gondolnám. Simán van rá esély. Itt egy ilyen közös diszkárpált nyitottam. Lehet beszélni egyébként a titkos küldetésünkről? Tehát, hogy elmondhatod. Ha akarod. Tehát, ha akarod, persze. Csak ugye hazudhatsz is róla. Igen, tehát, igen, igen. Ez ugye olyan. Jó, én nekem ez most picit risky move lesz, de én search-olni fogok egyet. Miért risky ez? Mert nulla lap marad a kezembe, és hogyha valamit ide beugratunk, akkor az lehet, hogy fájni fog. Jó. Ilyen nem is. Jó. Én passzolok, te vagy Dave. Én eldobom a scavenging-et, mert azzal tudok egyet keresni, meg az interruption-t, ami ugye még pluszban kell hozzá, és én is search-olok egyet. Sárga. Jó, ennél annyira nincs választék. Jó, és akkor Kaci, te vagy még, mert nekünk már nincs kártya. Van valakinek flamethrower-e? Azt craftolni tudsz. Ja. Az kell egy ilyen lángolós cucc, meg egy ilyen túlos cucc. Nem akarok. Jó, aktiválom a log kíjemet. Igen. Hogyha csak a következő alkalommal megyünk tovább, ugye nekem a másik quest itemem az egy motion sensor. Uh-huh. És a motion sensor az azt tudja, hogy ha eldobok egy lapot, akkor újra dobhatom a zajt. És ugye én leszek a következő körben a first player. Így van. Tehát most Kaci, hogyha második akcióját nem használja. Én most passzolok. Akkor elpasszolta mindenki. Így van, és vége van a körnek. Igen. És az én leszek a first player, úgyhogy én úgy tudok majd mozogni, hogy nekem egyébként van olyan képességem is, hogy noise token nélkül tudok mozogni. De értem, hogy mit akarsz. Jó, oké, akkor kör végén mozog a körjelző, illetőleg én ezt továbbadtam neked, Dave. Itt tudod, nincs fejedre, hogy nincs event, az van, hatching nevezetű event lesz. És a drágaság visszamászik ide anya mellé, mert már hiányolta. Anya meg ott marad a helyén. Egy tojást innen kikelt tenek. És igen. Ajaj. És a tojásból lesz egy lárva, aki beugrik oda a zsákba. És aztán pedig én kérem a zsákot. Mert húzok belőle egy intruder back developer. Miért berakom a zsákba? Az bele kikelt a tojás. Innentől már... Már húzható. Ja. Sőt, hogyha kihúzom, akkor felnő, és akkor már nagy lesz. Melyik költök Ripley? Te vagy a csaj. Én vagyok a csaj, úgyhogy valószínűleg én vagyok Ripley. Panaszokat a Nori Ripley-kukat, Fanvit Gigspot-kura kérnénk.
Blanket húztál? Én is blankot húztam. Komolyan? Igen, úgyhogy még egy lárvácska beszületett ide. Na, ez most egy izgalmas dolog. Jaja. Jó, és... Én vagyok a first player. Dave, így van, húzunk vissza kezet. Húzunk vissza kezet. Én azt a négyet, illetve még egyet. Jó. Én a resztér cserébe felküldenék egy szignált. Ez két kártyám a kérdő. Akkor én a resztér és a... Mire jó a szignál? A resztér és a demolition. Van olyan quest, amihez kell, hogy szignált küldje. Jó. És ugye küldött beszopat minket bármennyire is? Nem, az alapvetően nem csinál semmi csúnyát, az csak annyit csinál borzasztva egyszerűen, hogy sok több olyan quest, ami azt mondja, hogy send a signal and... Mit tudom én, hagyd el a hajót, egy űrlény tojás, és mondtam valamit. Aha, és ha már itt vagyok, akkor... Az utolsó itemet is ki... kanalazod belőle? Vagy megindulsz előre? Azért, mert nélkülem nem nagyon tudtok tovább menni. Na igen. Csak az ez a baj, majd tovább hogy... tudunk, csak zajosabban. Igen. Úgyhogy... Én most úgy érzem, hogy egyikünk se akarja megölni a másikat, Dév. Én biztos nem öllek meg téged. Én nem öllek meg senkit. Jó. Jó, tovább megyek. És dobok. Ne azzal. Valóban. Még nem lövünk. Egyes. Ezt újra dobhatom. De nem kell hozzá dobnod egy kártyát? Azt mondta? Én de. 3-as, 4-es a jó. Ez 3-as, jó. Megvan a 3-as, jól van. Nézzük, hogy mit találtad, Dave. Ez tönkre van menve. És ez az Emergency Room. Úgyhogy itt, hogyha még sérült lenne Kaci, akkor összefoltozhatná magát. Emerencia. De szerencsére nagyon jó arcok vagyunk, úgyhogy a Kaci most makk egészséges a kapitány. Így van, úgyhogy kapitány úr következik. Itt még egy izén van az a szoba? Igen, itt meg lehet szörcsölni. Sárgát lehet, hát akkor én ezt megszörcsölném. Szörcsöld meg! És ha van use-onlikat, azokat eldobjuk a használat. Igen. Így van, pontosan. Az a kérdés. Igen. Nincs kérdés. Az a kérdés, hogy nincs kérdés. Aha. Jó, második action-öt, Kaci. Közben kérdezik tőled, hogy egy akadémia van, amikor. Ugye mi? Akadémia. Milyen akadémia? Jedi Academy? Gondolom. Nem hiszem. Nem tudom. Sose Jedi Academy-ztem. Mit csináljak? Nem tudok mit csinálni. Menjek? Ja, gyere a Dave után. Jó. Akkor a... Nem pihenek. Ain't no rest for the captain. For the wicked. For the wicked, yeah. Amen. Fú, én nagyon gyorsan kibörnöltem a paklimat most, úgyhogy én itt max keresni tudok majd egyet a következővel. Nem gond, én megyek utánatok. Vigyázok magamra. Megrátok is. Jó, okay. És akkor most az a kérdés... A következőben az 1-2 lesz. És mondom, hogy mi a probléma, uraim. Tehát, hogy mivel Kaciót nem nézte meg a hajtóműveket, nem tudjuk, hogy melyik működik. Most egyesével végig kell rajtuk menni, vagy kirobbantani onnan azt a kettő... Cépcéget. Mert hogy ott állnak, ahol, igen, meg, ahol meg tudnánk nézni. Aha. Ez ne az én hibám legyen már. Ha nem? Nincs ez. Kit hibáztassunk? Hát én csak azt nem tudtattam, hogy oda fog jönni a király. Jó, én tovább jöttem. Jó? Igen? Igen. Ez nagyon veszélyes. Ja, de úgyis utána mi össze szlel, de remélem. Mert eddig ez bejött ez a taktics, ja. De nem jön semmi még. Hanem ide egy nice. Zaj. Ez tönkre van menve ez a szoba, és ez a surgery. Ha valakiben lenne lárva, itt ki lehetne műteni. Azt mondják, hogy nem küldtem el a jelet, amit akartam. Csak unlockoltam a log keyemet, tehát a quest itemet, de nem használtam fel. Igen, tehát a
van amilyen quest item, tehát ezek a pici kártyák, aminél Dave-nek például a motion trackerje volt, a kaci azt ott lehet aktiválni, és aztán úgy tudja használni, ugye, Dave-nek pedig a questjéhez kell javaslél az, hogy elküldje a szignált. Ugye erre lehet blöffölni is, ezt csak mondom, nem most, csak más. Nem, kérdésem. Néztem semmilyen ilyen playthrough-t, ami tippeket adott volna azzal kapcsolatban, hogy hát ez most hogyan az kell ezt játszani. Jó, nekem akkor ez volt egy action, hogyha jól számolok. Illetve... Egy, nem a második? Nem egyel jöttél utánunk? Ez nem az előző körbe? Hát én vagyok a first player. Ja, igaz. De akkor te vagy, már két napot eldobtam, igen. Én szörcsölök egy... Hát... Szörcsölök egyet. Hát nekem két zöldet kérlek. Nyilván. Parancsolj. Köszönöm. Ezt visszaadom, és a második akciómmal ezt ki is játszom. Ez a Synthetic Food. El kell várni hozzá egy lapot. Akkor nem játszom ki. Majd köpkörbe. És passzolom a második körömet, mert elfogytak a kártyáim. Még esetleg bele tudok lőni valakibe, ha szeretné. De az is kell egy kártya. Kac? Nincs akcióm! Nincs! Utánad megyek. Bocsánat, ez lefordul egyre. Biztos, hogy abból akartál utánam jönni? Abból vissza tudod tölteni a fegyveredet. És te mással nem tudod. És újra töltöm a fegyveredet. Jó, én passzolok. Ugye van kártyám, de ennyire szalasgálni nem akarok. Jó, hogyha együtt maradunk most. Mm-hmm. Te passzoltál, Dave? Te még csinálsz valamit, Kaci? Passzol. Jó, oké, akkor kör vége, cica mozog. Nagyon örülnék, ha az egyik kötök ott maradna, ameddig én oda nem érek. Körjelző mozog. Megpróbálom. Jó, és akkor húzunk egy eventet. Oh, shit. Jó, a Queen mozog a négyes irányba. Az jó. Tokenyét is viszi magával. És Flammable Compounds. Körjelző. Kigyullad a Hibernatórium. Így nézünk. Hoppa. A tízes körben vagyunk, tehát még két kör, mire kinyílnak az escape podok, amikkel esetleg el lehet menekülni. Ha valakinek már meg lenne a küldetése. Lehetséges. Jó, ennyi jön az eventből, és akkor húzok egy intruder baget. Developáljuk az intruder baget, és húzok, kérlek alássan, egy adultot, úgyhogy mindenki dob egy zajt. Egy zajcsekket dobunk. Én dobok egy hármast, úgyhogy hozzánk már jön is valami, Kaci. Mi milyen hát boldog vagy. Ami azért jó, mert neked már nem kell dobni. Aha. Ez nagyon, nekem még kell. Neked még kell. Még, egy lárva kártya. Jön, van nálad egy kártya? Egy, van. Igen, akkor nincs baj. Különben beléd ugrott volna. Mekkora? Dobjál egy zajt. Dobok egy zajt, 3-4. Ó, hallod, Dávid? Csak a hibernatórium nyílik ki, a pod, csak akkor nyílik ki, ha valaki meghal. Ja. Igen? Igen. Vagy van olyan kulcs, ami kinyitja. A 3-4-re visszajött egy. De legalább nem jött. Hibernatórium nyílik ki. Köszi, cincer! Szóval ahhoz, hogy be tudjunk egy iszképpontba, valakit meg kell ölnöd. Igen? Akkor is, ha nem az a küldetésed. Hát jó. Szóval a demolition hogy működik? Asking for a friend. Demolition kártya? Ne, csak vicceltem. Ja, jó, akkor nem mondom el. Jó, oké, és akkor körjelző mozgott, ugye? Mozgott a körjelző. Lehet visszahúzni a kezedet. Ez nekem 4, 5. Én vagyok a kezdőjátékos? Így van.
Van a szobánkban komputer? Nada. Nada. Nincs. A surgery roomban vagytok, úgyhogy egy pénzt nem dobítást. De van itt egy ilyen takony. Azt le kéne lőni. Igen. Ha iszképelsz róla, akkor átmászott, úgyhogy ez nem jó. Jó, hát akkor... Az escape podnak van egy kezelőszobája, ahol manuálisan is aktiválni lehet. Nem biztos, hogy játékban van, azt hiszem. Ja, hát... Ez nem tudom, hogy kettes vagy egyes szoba, úgyhogy... Úgy. Na! Igen, Bence, jól eltalált. Bocsánat, most itt kiütött a tűz. Igen, ott ég az egész, mint a rák. Mit szólsz ahhoz? Az baj. Az baj, igen. Nálad van egy poroltó. Nálam van, én el tudom oltani, igen. Akkor menjünk már oda, olcsuk el gyorsan. Én megnézném, hogy itt mi van. Előbb lőd le azt a szart. Mit szólsz ahhoz, hogyha suppressive fire-rel oda megyünk? De mit szólsz ahhoz, hogyha nem hagyjuk hátra a dévet, lelövöd azt de a nem szart. Hagyjuk hátra. De igen, mert akkor több zajt fogunk generálni. Tehát egyszerűbb, hogyha most lelövöd a rágba. De így mehettünk volna ketten. Hát... Jó, te figyelj, te döntöd el. Jó, lelőttem. Én hát akkor egy, mi az már, ammó, és aztán dobjál is egyet. Mondjuk őt nagy eséllyel lelövöd, ha nem blanket dobsz. Talk about the cursed hand. Látod, átmehettünk volna. Komolyan meggyógyítottam, és aztán hátra hagyott volna. Nem hagyott volna hátra, csak más taktikát csinált volna. Jó, én bízom kaciban. Hiszek benne. Oh, ugye, nagyon hiszek szép. Benne. Na, megy ez. Csak hinni kell a kapitányban. Jó, de ez azért jó, mert így biztos, hogy ott fog maradni. De semmi baj, mert én tutira megyek. Én is azt mondom, hogy én ezt átkutatom ezt a szobát. Azért, hogy ha a kapitány vagy esetleg te megint megpróbálnátok megdögleni, akkor ebből nem gyógyítom meg, de nem baj, mert legalább van. Már meg ne haragudjál, de én eddig makulátlan. Scoutlin Jenner hibátlan. Jó, és akkor kijátszok egy Knowledge of the Ship-et, amiből pedig, figyelj, én megnézem, hogy mi van ott a Queen alatt. De miért az? Mert tudni szeretném, hogyha esetleg van valami hasznos, ami ott alatta van. És el kell menni oda megpumpolni. Aha. Ez most annyira nem fontos, de amúgy nem rossz. És mi az? Tűzoltószoba. Onnan lehet a fire control systemet operálni. Akkor azzal... Most ez azért eléggé fontos lenne. Azt még el tudom innen oltani. Hát az még annyira nem para. Ja. Megyünk arra. Ja, és a Queen-t majd te megoldod, ugye? De most a közelébe sincs a Queen. Azon áll. Na, mert ide eloltani ezt. Jaj, azt! Hogy azt, hát figyelj, én előbb ezeket nézném itt meg, nincs. Jaj, hogy végig akarsz menni azon? Igen. Jön. Menjünk. Előbb úgy vagyok vele, hogy haladjon a hajó, aztán utána akarjunk szundizni. De te vagy. Én vagyok. Én... És mivel ugye nem minden pályállam került utánatok be... Utánatok megyek. Elképzelhető az, hogy mondjuk az evacuation sectionből nem került be a másik? Az evacuation section csak egyesek. Tehát, hogy nézzük, a basic rooms egyes, abból evacuation section A és B mindig bent van. Jó, aha. És akkor... Az azt jelenti, hogy ez kell, hogy legyen a másik. Nem. Az kettes. Ezek az egyesek. Ja. Tehát a külső gyűrűsök az egyesek. Aha. Tehát az evac sectionből vagy ez. De az csak akkor nyílik, hogyha valaki melyikünk meghal. Akkor én ezt megnézzem? Hát figyelj, én erre felhaladnék tovább csapatosan. Az ott... De az ott... mert akkor én tudok úgy menni, hogy én elmegyek erre, te eljössz erre, ez és működik, akkor itt találkozunk. Akkor van máznénk, hogyha ez airlock control, mert akkor azt a kis szarost, ezt kibaszhatnád az airlockon. De csak a következő körben, mert most egy akcióval már ide jöttem, a másikkal csak ott fel. Jó, hát az is jó még nekünk. Jó, akkor csináljuk ezt. Nem? Ja, hajrá, menjél, csak ne dobj 4-est az a feladat. És a self-destructnál kinyílnak az escape podok? Az rögtön, az nyitja, amikor 4 alá kerül. Uh-huh. Ezért, elindítod a self-destructet, én dobok, nem, előbb ezt megnézzük.
Zárul mögötte az ajtó, és aztán dobsz egy zajt. Dávid. És airlock control. Nagyon jó. Innen ki lehet baszni egymást az airlockon. Igen. Mindjárt mondom, hogy hogy működik. Hármas. Jó. Ide kerül egy zaj. Szóval az airlock control az úgy működik, hogy kettőért, hogyha itt állsz, aha, akkor megcélzol egy másik sárga szobát, és felkerül ez a felkiáltó jeles marker rá. Aha. És úgy van, hogy ez rögtön becsukja körülötted az összes ajtót, hogyha kirobbantod, akkor lekerül. Vagy hogyha kinyitod valamelyiket. Aha. Ha nem, akkor a forduló végén minden egyes vacak, ami bent van, azt azonnal instakilleled. Tehát ezt tudja az airlock control. Hát ez... Úgyhogy például ezt meg tudnád vele ölni. Hát ezt meg, igen, is fogom. Úgy van. Sőt, hogyha explorolva lenne az a szoba, akkor akár a Quint is megpróbálhattad volna kibaszni az airlockon. Igen. Igen. Mert az is egy sárga szoba. Jaj, akkor érezném magam igazán Ripley-nek. Ha valakinek van, a pirosban van ilyen scout drone, reconnaissance drone. Én egyet eldobtam. Igen, láttam. Na, az ilyenkor lenne jó, mert az ugye felfedi. Ó, oh, de nagyon kellett, mert... Azt elhiszem, hát helyette lett más, ami még hasznosabb. Tudtam faszát használni. Abszolút, jó, és akkor te vagy, kaci. Meg az a baj, hogy az Energy-ből fedeztem fel a quest itememet. Mit lehet kapni ebbe a szobába? Zöldet? Ebbe a szobába zöldet lehet kapni, igen. Közben látom, hogy többen írjátok, hogy nem tudjuk, hogy mi történik. Szóval éppen az történik, hogy nagyon igyekszünk felfedezni itt a hajónak a maradékát, és... van egy űrlény királynők, meg van egy pici kis szolgálója, akik ott nagyba kempelik a technikai szobákat, és jelenleg próbálunk eljutni ide a hátsó szegmensébe a hajónak, hogy megnézzük, hogy egyáltalán működnek-e a hajtóművek, és utána, hogy mindenki be tudjon feküdni a saját kis kabinjába, és elszundítson, amíg a hajó elugrik, ugye egy hiperűrugrással, és mindenki végésen elszundik, és minden megdöglik, ami nem ott bent fekszik. És egészen jól haladunk, nagyon sok itemet sikerült szerezni, nem úgy tűnik, mint hogyha bárki meg akarna ölni bárki mást is, jelenleg most David... Ez azért nem teljesen tűnik. David egy picit szeparált a csapattól, de mindjárt visszaszerezzük magunkhoz, amint én jövök. Jó. Segítek ezen a problémát. Most én jövök, úgyhogy én átkutatom ezt a szobát. Ebben már szar sincs ebben a szobában. Neked még lehet. Tartom. Ezt eldobom. Oké. Okay. És a másik akcióm pedig az lesz, hogy... Igen, igen, sajnos elég drágán került az alapjáték a boltokba itthon. Tudjátok egy ilyen... motiváló beszélet, hogy Gáborral húzunk egy napot. Most nem voltunk pont együtt, majd mindjárt visszahúzom, elfogyott a paknom, és akkor tartok úgyis, hogy te ott vagy. Uh-huh. Ha húznék végre duct tape-et, akkor meg tudnám javítani az intercomot. Hát... Akkor tudnám mondani, hogy Bréko, Bréko, figyelem! Jó van. Semmi baj. Aki motiválatlan, megverem, és akkor mindenki azonnal. Motiválatlan, megverem. Hát ez egy kedves gondolat, Andrej. Szerintem egy locsoló vers úgy hangzott, ami... Dream. Te hova jársz motiválni? Vagy locsolni? Locsolni? Nem tudom, amikor legutóbb mentem, volt egy saját Soros Györgyös locsoló versem, nagyon értékelték. Én szerintem 15 éve nem voltam locsolni. Tényleg? Aha. Figyelj, majd jövök, meglocsollak téged meg Julcsit, és akkor te meg jössz hozzánk, és akkor te meg meglocsolod a barátnőmet. Meg téged. Engem is meglocsolsz, hogyha szeretném. Nagyon jó. Jó, hogy megbeszéljük, lealkudjuk, hogy azon nem újjék. Pénz és alkohol. Látom, Dori, hallod, és baj van. Jó. Azt mondják, hogy a Soldier szobájában fel van robbantva egy ajtó. Itt. Igen. Ez nem kontrolli az airlockot, mert hogy ez már ki van robbantva. Hogy? Logikusan, igen. Tehát, hogy, mert ugye... Mivel ez az ajtó már fel van robbantva, ezt mi nem tudjuk bezárni, igen, az airlock be tudja zárni. Nem, mert be van robbantva. Tehát ott nem tudod. Jó, tehát arra nem figyeltem. Ezt nem tudjuk kirakni. Nem, arra nem figyeltem. Köszönjük. Most ott a pont nem tudom, ki írta. Gondolom Cincer. Nem, Chassit írta. Ott a piros pont.
Very nice. Kaci nem motiválja az alieneket. Dehogy nem. Nem ő spawnolta mind a kettőt. Jó, az egy másik. Jó, akiket meg én spawnoltam, azokat te meg te lőttel egy le. Tehát nem mindet. Az utolsót, Kaci, mert nem éreztem. Jó, azt, ne! Hogy játok meg egymás faszát. Te vagy. Aha. Jó, van. Én átkutattam, meg motiváltam. Ja, jó, oké. Akkor azt mondjad, hogy én vagyok. Jó. Jó, én computer skill-ből kinyitom itt az ajtót. Jó, nagyon nem robbantom, hogy kinyitom. Computer skill-ja van ilyet. Igen, nem igen, igen. Van. Hát, beszorok. Ügyes. Neked sincs, nekem sincs. Vagyok. A gépekhez nem értek, de a halkan megyek. Meg jó. Én scout vagyok, nekem előre kell mennem. Én ott érzem magam igazán otthon. És akkor én azt mondom, hogy én lemozgok ide. És dobsz egy zajt. Dobok egy zajt, így van. Ez egy hármas, akkor jön valami. Kaci, leveszed a szellőzőből, légy szia. Hogy ne. Ezért. És nagyon bízom benne, hogy nem valami nagy csúnya dögöt húzok ki, mert csak két lapom van. És ez egy nagy csúnya dög, ami több, mint ami nekem van. Ugye jó, hogy nem mentem. Gyere és segíts, légy szíves, jó? Ki? Te. Intruder attack is jön. Baszki. Claw attack. Ez nem hangzik jónak. Nem, ez megkarmol. Úgyhogy kapok kettő light woundot. De nem tudok segíteni, hogy segítsek. Oda jössz, ezt lelövöd. Kapok kettő ilyet, és kapok egy contamination kártyát is, sajnos. Egy contamination? Ezt is kaptam, igen. Akkor lehet, hogy megfertőzöttél? Lehet, de van itt jó pár ilyen zöld, ahol ki lehet takarítani a dolgokat. És megpróbálom lelőni ezt a szépséget. Kérek egy ilyet. Gyere az anyához! Kaci, te vagy. Bocs, Dave, te vagy. Én vagyok. Én az a baj, hogy nem érek vissza úgy. Tehát, hogy nekem két akció lenne oda menni. Mit javasolsz? Én azt javasolom, hogy nyissam ki ezt. Ne, mert akkor lehet, hogy spawnolsz ide még. Amiatt. Aha. Szerintem azzal vagy a jobb, hogyha bejössz a Kaci mellé. Hány lapod van? Három. Tehát akkor még be is tudsz jönni, és le tudod lőni rólam. Úgy van. Nem, mert a... Kettő kártyából bemozogsz, és aztán mondom, amikor megint te jössz, akkor egyből le tudod lőni. És zajt nem generálsz. Ugye most semmit, hogy holna mozogsz mellé. Mm-hmm. Nem tudom, hogy akarok-e ilyet. Már... Hát, oda megyek nulla lappal egy alienhez. Nem. Lesz egy lapod, amivel pofán lövöd, és én is tudok még lőni, meg a Kaci is tud még lőni. De közben ő támad egyet. Kicsoda? Ő. Nem. Mert te most kettő alapból bemozogsz, marad egy, aha, és te még tudsz egyet lőni. Ha Queen lenne, mondanám, hogy ide ne gyere, de... Jól van. Szaros életetek. Kettőt dobtam el. Ja, kettőt eldobtál így egyben. Jó, oké. Okay. Kac, te vagy. Captain! Jó van. Megparancsoltam, hogy gyere ki onnan. Nem. Megparancsoltam. Mit mond a kártya? Choose another character in the room, be kell mennem oda. Igen. És aztán kiküldhetsz. Igen, kizavarhatom a szobába. Menj a szobádba! Nekem azt tetszik a legjobban, mert nekem van egy olyan képes, hogy bezárom mögöttünk az ajtót, és akkor elmegyünk itt körbe már. Video without the permission. Jó, de gondolom az ilyenkor escape-nek minősül, ha kizavarlak. Van rajta ilyen pisztolyos ikon? Nem pisztolyos ikon van rajta. Tehát én X-el pisztolyos? Igen. Akkor nem használtad akció, vagy a kombatban. Igen, tehát harcban nem zavar. Tök mindegy, akkor bemegyek. Szájba levom. Csak úgy, mint mindig. És ez neki még egy. Sebb. Ugye? Igen. Igen, az három. Én akkor húzunk egy intruder attackot, és ez hármas, úgyhogy Kaci le is lőtte. Ha! Befut! Akkor mi a fasznak mentem én oda? Biztos, hogy így csináljátok. Mert nem tudtam, hogy Kaci ilyen irgalmatlan pofán lövi. Jó, és ez dobott egy intruder carcast. Úgyhogy ott van egy tetemünk. És akkor én vagyok, és én passzolok. Dave, te csinálsz még valamit? Hát én egy kártyáért ezt meg tudom nézni? Ne, fast. Én ezt eldobom, és nekem van egy szintetikus kajám, amiből húzok kettőt.
És akkor meg tudod nézni. És abból a kettő... meg na, ebből nem kéne. Mert ha rossz, most kiúztam a Reaper-t, és ezt nem kéne, hogy eldobjam. Az mi? Hát abból tudom megjavítani. Tehát, hogyha ha sérült a hajtómű, akkor azzal tudom megcserélni. Ja, de most újra kevered a dekkedet. Jó, de kérdés, hogy kihúzom-e. Aha. Érted, és akkor neked vagy neki kéne, és nektek nagyobb a Reaper-etek, mint nekem. Nekem hatalmas a Reaper-em. Én inkább passzolok egyet. Jó? Passzolsz? Mm-hmm. Jó. Akkor ezt ti megoldjátok? Akkor én menjek tovább inkább? Tovább egy akcióval, és akkor... Mert én úgy kétszer dobhatok rá. De nem, mert csak egy kártyád van, és azt eldobod. Ja, ja. És nem lesz rerollod. Hát, nekem is van egy synthetic foodom. Mivel húzhatok kettőt. Meghúzod? Meghúzzam? Később jó lesz az még inkább? Szerintem húzhatod most, hogyha úgy van. Ha most megsiettetjük, az jó, mert mindjárt nyílik a hibernatórium, és futunk egy gyors kört, úgyhogy nem érnek ide-vissza, akkor az jó lehet. Jó, akkor én húzok kettőt, és egyér... Átmozogsz oda? Átmozgok ide. Jó, az taknyos. Taknyos, igen. És hármasom, és ez a nest. Beálltam a nest közepébe? Yep. Na hát én nem megyek oda. Ne is. Jó, a nest az alapvetően is taknyos. Te elvesztetted a jogodat. Kapsz egy taknyot oda. Aha. És úgy van, hogy innen ezek átkerülnek oda. Ez az élete a nestnek. Hogyha valakinek az a küldetés, hogy pusztíts el a nestet, akkor a tojásokat vagy ki kell onnan veszegetni kettő lap eldobásával, vagy ki lehet őket lőni. Mhm. Uh-huh. Mhm. Uh-huh. Jó. Menjek tovább? Én nem maradnék ott. Csomó event van, ami azzal triggerel, úgyhogy én a te helyedbe húznék onnan. Megyek tovább. Egy zajt azért még ide dobtál már? Ja, nem. Nem, akkor még előtte ide. Az egyes. Akkor az oda kerül. Ja. És akkor most jöttél tovább ide. Most jöttem tovább ide, és akkor még egy egyes. Nem, mert újra dobom. Azért jó. A kártyáér. Karom. Karom. A karom. Akkor ez oda került. Jó, Kaci. Nincs lapom, úgyhogy passz. Jó, akkor mindenki passzolt. Jó, akkor kör vége. Körjelző mozog. Fire damage nincsen. Event kártya, az van. Bazd meg. Jó, a Queen mozog a négyes fele, tehát visszamászik ide a gyereke mellé. Igen. Igen, és ezen felül... bazd meg. Na látod, Dave, most neked volt igazad. Az Eventnek hogy menjünk oda és olcsuk el a tüzet? Az Eventnek az a neve, hogy Consuming Fire. Ezen nem megy át, de alájuk gyújtja. Az jó. Úgyhogy minden egyes kör, amit ott fejeznek be, az sebez rajtuk egyet. És szépen akkor ráhúzzuk a kártyát, és igen, akkor... Igen, lehet, hogy szépen is elégnek. Ja. Úgyhogy így. Viszont rohadtul oltani kellene, mert... A poroltód az... Egyet. Az ilyen ványúz dolog? Igen. És ez egy terjed az a tíz? Ez most tűzterjedéses kártya volt. Ebből van több a deckbe, jó esélyen. Felteszem, hogy igen. Ja. Lehet, hogy az lesz, hogy én visszaszaladok oda, és azt megpróbálom eloltani. Közben nem kellene nagyon szép mennünk. Hát most az a jó, hogy jó eséllyel... Hát... Nekem ugye nincsen kártyám, úgyhogy én most újra is húzok. Várjál még, mielőtt újra húznál. Mert közben, ha jön az alien, akkor... Intruder bag. First player. Ki a first player? Kaci, azért adom oda neki. Sziasztok, ilyen Gábor, szia Gábor. Szia! Ez a blank. Peter Bear. Nem. Az, szia, Perikém! Az... akkor dob mindenki zajt. És te kezded. Úgyhogy ott van. Aztán dobok én is.
Dobtál egy 4-est, én meg dobok egy 4-est, úgyhogy jön hozzánk valami, hogy ezt húzhatod is. That's not fun. Nope. Egy fika. Oh, jó, van lapod? Nincs. A szar. Akkor kaciba ugrott egy lárva. Azt a karakter tábládra rakod. Ezzel mi lesz? Az visszamegy oda. Dave dob egy zajt. Mire? Intruder Back Developmentből húzott kaci egy adultot. Ja. Hogy... Hát én nem tudok olyat dobni, ami de jó. De a Clawmark meg az jó lett volna. Jó, és akkor Dave, te is húzzál egy valamit, ami odaugrik hozzád. Nekem sincsen kártyám. Az ez jó lesz. Az is egy lárva. A jó hír az az, hogy már felfedeztük itt a surgery, itt ki tudod műteni magadból. Aha. Tehát az a mentőpont most, és javaslok egy minél gyorsabb utat oda. Mint olyan. Én meg foglalkozok a hajtóművekkel. Hát sajnos az nekem mindenképpen két kör. Én leszek most a kezdő, kaci, vagy te? Te. Kaci. Te leszel a kezdő. Akkor én vagyok a kezdő, a cicát kérem akkor. És akkor most húzunk vissza. És akkor nekem most van egy ötletem itt taktikailag. Ő mesélte a Witchert a hétvégén. Jó, igen. Igen, jó, így már megvagy, Peti, igen, maci, igen, megvan. Hát Gergő, nem tudom, hogy most kell előni kacit, de én remélem. Parancsolsz? Kilőnél le kacit? Nem lőjük le kacit. A chat 3 negyed, de... Chat-en. Jó, felhúztunk 5-re. Ja, és akkor nekem itt most lesz egy jóféle ilyen taktikszom. Méghozzá én azt fogom csinálni, hogy eldobok egy demolition-t, és kaci, odaadom neked a tűzoltó készüléket, hogy tudjál oltani. De hát én ki akarom műteni. Jó, de te arra fele mész, érted? Jó. Az kézbe megy, az kézbe megy item. Kézbe. Oda kézbe, igen. És akkor én azt fogom mondani ezek után, hát muszáj baszki, resztelek egyet. Kérem a szkennert. Van egy contamination-om. Ezt megmutathatod a nézőknek. Már is mutatom, tehát ez úgy néz ki, hogy a contamination kártyán vannak szövegek, és úgy néz ki a dolog, hogy rajta van, nem tudom mennyire veszi be a fókusz, rajta vannak szövegek, és hogyha kiírja az infected szót, mint ahogyan nálam kiírja, akkor az nem jó, mert az azt fogja csinálni, hogy én is kapok egy ilyen lárvát magamba. Jó, legalább tudjuk, hogy hova megyünk. Ja, úgyhogy még jó, hogy felfedeztük ezt a surgery-t. Igen, meg jó, hogy megnézted ezt a dolgot. Hát, majd legalább az engine-t. Úgyhogy a következő köröd elején örülnék, hogyha azt még megnéznéd. De... Jó, mindegy. Oké. Okay. Jó, kaci. Nem kaci. Dave, te vagy. Én vagyok. Én először átmozgok ide egy... Én most erre nem akarok rádobni. Úgyhogy eldobom a Reconnaissance-t, és eldobom ezt. Nem. Ja, without making the noise. Okay. Jó, bocs. Igen, és aztán utána még egy kártyáért átmozgok ide hozzátok. Jó, na most már tuti rakadsz ide is. Én tartok egy motiváló beszédet. Oh, nagyon jó vagy. Király vagy. Nagyon király vagy, kaci. Aztán, hát kénytelen vagyok tovább menni. Most kijön az az event? Melyik? Kikelnek? Akkor mindenki meg. Akkor vonyítva fogok röhögni. De nem jobb basszus kocs. Jó, a Super Sea Fire-rel... Nem csinálsz semmit, csak mozogsz. De ezzel át tudok magammal vinni. De nem, az csak harcba játszhatod. Ha csak harcba játszhatod, sajnos. Van benne a kombaton. Ja, a múltkor nekem is volt egy pro taktikom erre, és aztán eszembe jutott, hogy... Jó, akkor ezzel csak átmozgok a surgery-be. És akkor dobj egy zajt. Jó, Captain. Ott van, középen mind a kettő. Claw. Az nem jó. A zajos kapitány, pedig még meg is fürdettük.
Jó? És akkor én vagyok. Te vagy. Na most az van, hogy nem szeretnék meghalni. Úgyhogy... Nem nézed meg az engine? Visszajövök. Visszajövök. Ugye visszajövök. A dilemma az, hogy mindannyiunkban most van egy lárva, amit egy kör alatt kapott mindenki. Igen. De ahhoz, hogy el tudjunk egyáltalán menekülni, ha mindenkinek megvan a küldetése, vagy valakinek megvan a küldetése, ahhoz az kell, hogy ebből a három engine-ből legalább kettő működőképes legyen. És ezt ellenőriznünk kéne. Ahhoz, hogy ezt ellenőrizzük, ahhoz nekünk két kártyát el kell dobnunk, neked csak egy. Nem, kettőt nekem is. Neked is kettőt. Neked is kettőt. A Reaper, ami nekem olcsóbb, mint kártya. A kijátszásra, és én kettőért kimerítem magamból ezt a vackot. És kapsz egy sebet. És kapok egy light woundot, ami nekem már serious wound sajnos. Mert már volt két lightom. Basszus. Ja, most ez egy kézsérülés lesz. Ami azt jelenti, hogy minden hand item kártyám az egyre drágább, tehát a lövéseim is egyre drágábbak. Oh. Úgyhogy ha valaki rejteget egy medkitet, akkor nagyon szívesen várom, mert én ennyi voltam erre a körre, ugyanis nincs több lapom. Úgyhogy te vagy, Dave. Az a baj, hogy én a medkitemet odaadtam a fiúnak. Hát akkor majd akadsz gyógyítani. Én ugye egy... De ugye azt úgy adta ide, hogy meggyógyítod. Ja, úgy, azt hittem, hogy külön is adott. Nem, meggyógyítottam. Igen, egy irányt mozogtál. Igen, és kettőért tudom kiszedni magamból a fiút. Akkor te is kapsz egy light woundot magadra. Nagyon jó. Ja. Ott az engine control room, nem? És ki a mocsok android? Mocsok android nincsen, az a kiegbe van android karakter. Engine control room, az pedig van, csak rajta... Rajta Queen. Állnak. A Queen, meg a gyereke. Úgyhogy még egyelőre nem akartunk, egészen addig nem akartunk oda menni, ameddig úgy érezzük, hogy nincs más választás, viszont az első lehetséges mozdulattal, amikor végig akartunk menni az engine-eket, itt megakadtunk, mert ránk támadt mindenféle lárva. Én meg ráadásul beleléptem a nestbe is. Ja. Lárvával amúgy be lehet feküdni alvásba, csak az a para, hogy ha benned marad, és valaki kihúz olyan eventet, hogy ki kell, akkor rögtön kitör belőled, és meghaltál, akár befeküdtél, akár nem. Kaci. Átváltoztattad a szint, viszont a másik helyen, mert hogy ez csak a podokban működik, meg a videójátékban, úgyhogy nagyon sajnálom, de nagyon-nagyon szépen köszönöm, Vincek, hatalmas király vagy a $3, köszi szépen. Megnézem még, hogy... egy gyors egészségügyi szünet mielőtt itt van. Jó, én most már... Megműtöm magam. Műsd meg magad, és aztán úgyis refresh-elünk, mert passzolsz. Elloptam kettőt, kimütöttem magamból a szart, kapok ezzel egy kis sérülést. Igen, egy light woundot kapsz, pontosan. Neked, te meggyógyítottál a Sirius-edet. És ez már nullán van ez a... Ezért ugye ezt nem lehet át... Igen, ez nullán van, úgyhogy nem mutatni nem tudsz. Jó, hát akkor... Figyelj, vagy mennyi azt olcsd el a tüzet. Az a baj, hogy most átmegyek, zajongok, magamra tiggelek egy dolgot. Maradj itt. Ha maradj a seggeden. Akkor reloadolok egyet. Az jó. Az mondjuk jó. Ó, ez nagyon jó. Ez jó. Annyira jó lenne, hogyha... Bár most én ezzel jól vagyok. Azt hiszem, hogy ugyanolyan fegyverünk van. Most már. Hasonló. Jó, oké. És akkor itt a kör vége. A kör végét még megcsináljuk? Persze. Jó, oké. Tehát akkor a kör vége az, hogy kinyílik a hibernatórium. Mostantól be lehet feküdni. Ami ég, de attól még befeküdhetsz. Tehát amíg nem kerül rá malfunction marker, addig be szundizhatsz. Illetőleg húzunk egy eventet, és ez egy hunt. Mm-hmm. Please no. Please. 07-es, 02-es. Jó, úgyhogy oda megy a srác. A fiú. A srác odaszaladt, és annyi, hogy az eventet azelőtt húztuk még mielőtt a fire damage lett volna, hogy sérül egyet mind a Queen, mind pedig a pici. Úgyhogy légyszi, rakjuk rá Kaci a tokenjeikre, és ugyan nem halhat, nem tud meghalni, de attól még kipörgeti egy kártyát a kis srác, és kettőt pedig a Queen.
Tehát neki belőle most 8 élete lenne, hogyha valaki ezt lőtte volna rá. Ja, és ez az event, ez a Quint mozgatja a hármas irányba. És ugye Queenie oda megy a storage-be. Yep. És ezek után pedig Intruder Back Development, tehát én még húzok egyet, ott a zsákkaci, légy szíves. Developáljad. Developáljad, kérlek. Most nem kéne adultot. Hát ez elég jó lenne. Ez egy lárva. Nagyon jó. Olyan gyorsan felnőnek. Megmondom, mi a baj. Nincs lapom. Micsoda? Nincs lapom. Tudom, de nem jön ki. Ja, nem jön ki. Nem, ez intruder meg, tehát csak felnőtt. Most már nagy. Oh. Te kicseréltek egy adultra. Érted. Jó, és akkor most... Most egy nagyon pici egészségügyi szünetre el fogunk menni. Ez megközelítőleg 5 percet fog igénybe venni, úgyhogy addig úgy se tudtok reklámot nézni, de benyomok egy reklámot, illetve egy kis BRB-t, maradjatok velünk, hamarosan folytatjuk, és ez már mondhatnánk a végkifejlet. Igen. Igazából.
És már vissza is tértünk, mondtam, hogy nem kell hisztizni. Itt vagyunk, és ugye lezárult a kör, mindannyiunkból kiment a sátán, ami egy hatalmas development számunkra. Az biztos. És most, ugye én vagyok a kezdőjátékos. Igen, igen. És megvolt a development. Ugye? Megvolt a development. Igen, most volt a körjelző, és ugye most már le lehet feküdni a hibernatóriumba. És ugye mi már visszahúztunk Kacival kézre, illetve azt számoltuk, hogy úgy van, hogyha nem tudunk felrakni tűzjelzőt, akkor ugye azzal a lendülete felrobban a hajó, és már csak 4 van. Úgyhogy én erőteljesen javasoltam Kacinak, hogy akkor menjen és olcsom. Én ezt abszolút adom. Plusz, mert... ami miért jó lehet, hogy az Airlock Control-ba ugye lehet keresni, és a sárgában van még tűzoltókészülék, tehát hogy az a másik, ami még tud nekünk segíteni. Jó, hát én egy sebet bevállalok azért, hogy... Miért kapnál sebet? Hát, mert ha ott végzem a körömet, akkor... Jó, de hogyha eloltjátok, mert ugye Kacinál van tűzoltókészülék, mert ezt odaadtam neki. Jó, és így te vagy a kezdőjátékos, Dév, úgyhogy... Úgyhogy én azt is fogom csinálni, hogy én ide átmozgok egy kártyáért, ami a... Resztelni most nem fogok. És amíg lángol a hibernatóriumban, nem leheted a befeküdni. De be lehet. Tehát, hogyha valaki nagyon jolózni akar, akkor most bepróbálkozhat befeküdni. De ettől függetlenül a hajó az még bőven messze. Bőven megdögölhet, igen, mert ugye ezt még itt meg sem néztük. Jó? Jó. De igazából launcholni úgy lehet, hogy launcholsz. Az escape podot? Nem az escape podot, hanem bármit. Tehát, hogy mondjuk... Jó, csak az escape poddal tudsz pontot rakni a végére. Igen, vagy ha mindenki befeküdt, vagy meghalt. Jó. Mert vagy az alternatíva az az, hogyha lejár itt a körjelző, akkor az AI elugratja a hajót, és bárki, aki nem bent fekszik, az elpusztul rögtön. Nagyon jó. Ez nem airlockos, nem az piros. Jó. Akkor én keresek egyet itt. És imádkozzunk azért, hogy ez egy... Igen. Hát, Kaci, megtaláltam a duct tape-edet. Kell az neked nagyon? Most már szólom. Az jó lehet neki. Mert a másik az meg... Tűzoltókészülékkel ugye az a para, hogy ezt kézbe kell, hogy vedd. És neked ugye van 2 fegyvered, tehát ha csak el nem dobod az egyiket, akkor föl se tudod venni. Igen, igen, hát akkor eldobnám értelemszerűen. Akkor megtartom a duct tape-et, a tools a másik, ami... Az is jó. A discard the malfunction marker from room, vagy ki tudok nyitni egy ajtót, vagy meg tudok javítani egy engine-t. Vagy craftingnál is ugye jó lehet. Craftingnál is jó lehet. Az a kérdés, hogy... Ha nem kell a duct tape, akkor inkább a tool tartanám meg, mert azzal tudunk engine-t javítani, hát, hogyha szükség van rá. Igazából bármelyik jó lenne, mert az intercomot bármelyikkel meg tudom szerelni. Igen? Jó. Meglátjuk. Kaci, te vagy. Te most már át tudsz lépni oda, úgyhogy nem csapsz semmiféle zajt. Ja. Uh-huh. Bocsánat, ez lekerült. Ja, nem, a slime. Az semmi, csak hogyha izét dobtál volna, hogyha X-et dobsz. Akkor az is claw mark. Jó. Jó, hogy. Jó, akkor én átmegyek ide. Dobtál zajt? Amúgy. Amikor átmozogtál? Szerintem nem. Nem dobtál zajt. Úgyhogy dobnod kell mindenképpen. Igen. Közben írtátok Shermont 11 írta. Aha, jó. Reconnaissance-el mentem, jó? És akkor nem kell visszakörgetni, meg mennyi esély van rá, hogy csak egyet dobok. Nem sok. Jó, és akkor Kaci eldobott egy kártyát, átmozgott. Ja. 4-es is jó lett volna, hogy most nincsen a... Ja, tényleg az Airlock. Nem, Ventilation System. Dávid, nagyon-nagyon szépen köszönöm a 2 hónapot, fantasztikus vagy. Na, ma már sikerül megosztani a második hónapomat. Dávid, nagyon-nagyon szépen köszönöm, és nagyon örülök, hogy annyira tetszik neked ez az egész, hogy úgy érzed, hogy lehet folytatni, úgyhogy szexi Dévet kapsz a chatbe mindjárt, a chattől a chatbe. Chat. Nice. Chat. De nekem azt a túlt.
hogy megjavítsam az intercomot? Nem tudom, mire jó, de... Valószínűleg tudok messziről húzatni, meg ilyenek. Ja. Ja, de Kaci, megmondom, mi van. A rémálmaimban az jelenik meg, hogy odaadom neked a túlt. Meggyógyítottalak, odaadom neked a túlt. Igen. És aztán a túllal a végén valahogy be tudsz szopatni. De figyelj, legyen az, hogy odaadom. Nekem ahhoz el kell dobnom egy lapot, ugye? Igen, így van. Csinálom a trédet. Igen. Meg ahhoz is el kell dobnom egy lapot, hogy azt használjad. Jó, de ugye ez már a második akció igen, volt. Igen. Adsz valamit a Dave-nek amúgy? Adjak valamit a Dávidnak? Nincs szükségem semmire. Akkor nem adok. Én... I'm feeling fine. I'm feeling fine and randy. Ja igen, nekem a második akcióm a search volt. Igen, az a második volt. De Kaci, nem oltottad el a tüzet. Majd eloltja. Majd a következő akciósban, jó? Hát úgyhogy ez nincsen baj. Most az a baj, hogy én viszont nem húztam Repair-t, úgyhogy ebben a körben nem igazán fogom tudni megjavítani még a dolgot, de megyek arra felé. Mit kell megjavítani? Hát ezt, hogyha el van romolva. Yeah. Eldobok egyet, mozgok ide, meg tudod mit? Nem kockáztatom be. Silent-án is? Aha, silent move lesz egy... Igen, egy pilotingot is eldobok, és silent move-val ide felrakom. És akkor a második actionből pedig azt fogom mondani, hogy eldobom ezt a kettőt. Biztos, hogy oda akarod? Nem azért nem a ventilationben, mert hogyha utána ide lépsz, akkor fel csak tudom, egyes, fel kettes tudom, de nem, mert silent move-olok, felrakom ide. Ja, hogy megint silent move-olsz. És akkor mindig magam elé tudom pakolni, ha megnézed, látom. Jó. Tehát, hogy szépen ki tudom cselezni, hogyha nem jön semmi ízé, és ez működik. Ez működik, az rendben van. Szóval elhiszünk neki, hogy a földre megyünk, és működik. Ez. Erről nem tudok mit mondani. Mondja az a kapitány, aki olyat, hogy megnézte volna, hogy mi a működik, ahelyett ott szaladgált, mert ő most taknyos lett. Végig taknyoszott az egészen, és de aztán... üldözött a izé. Akkor még nem üldözött. Utána kezdett elüldözni. Jó, Dave, te vagy. Én vagyok. Én először is... ezzel a cloth-tal, amire el kell dobnom egy kártyát is, leszedem magamról a slime-ot. Az jó. Dave megtörölközik. Én megtörölközöm, és aztán utána a... Én ott maradnék a teljedben. Ja. Sajnos itt kell maradnom. Maradj ott. Az a kérdés, van, hogy... bőven körünk, ne kapkodjunk. Hogy, és a másikammal pedig meggyógyítom a light wound-omat. Jó, oké. Ezt oda napottad. Jó, király, és akkor gondolom passzolsz, mert nincs. És passzolok, nincs kártyád. Ja, Kaci, te vagy. Megteszed, hogy eloltad azt a tüzet, András? Itt kezdődnek a problémák. Figyelj, mind meghalunk, hogyha nem oltod el az a helyzet. Hát kivéve, hogyha most elkezd rohanni az evacuation pod felé. De az a helyzet, hogy ott nagyon jó esély eldob ezért olyat, hogy lejön intruder. Mármint az evacuation podnál? Úgy van, hogy egyére át tud mozogni, akkor dobnia kell egy zajt. És utána, amikor beszáll... Nem tudok evakuálni, amíg nem hal meg valaki. De itt tudsz. Tehát itt most már tudsz. De én nem akarok ezen a hajón maradni. A küldetés az... Én nem akarok a hajón maradni. Itt ül valaki hajón már meg. Én nem akarok ezen a hajón maradni. Majd a végén ezt így lefotózom, jó, és hogy csinálok bele egy mémet, hogy amikor senki nem dögik meg, és nem tudsz elmenekülni a hajóról. Jaj, de kár! Megint senki nem halt meg. Még Dávid is meggyógyult. Most nem tudja, mit csináljon. Dávid, megparancsolom, hogy menj át a surgery-be. Mi a fasz? Jó. Mit ír ilyenkor Trigger-el Noise-ról?
Nem ír semmit. Azt írja, hogy choose another character in the room you are in, move this character to a neighboring room of your choice, with or without your permission. Ezt mondtam, amikor odaadtam neki a toolt, hogy ennek semmit nem szabad adni. Kaci, ne legyél paraszt, osd el a tüzet, mind meghalunk. De tényleg, nem szöksz meg olyan hamar. Azt számolgatja egyébként. Tudom, hogy azt számolja, de nem jut messzire. Tök mindegy, hogy megszökök-e olyan hamar. Amíg nem hal meg valaki. Ha most ti csak befekszetek a hibernation roomba, akkor én itt... De nem fekszünk be, baszki, mert itt vannak még ezek is. Mint olyan. De én meg segítek neked befeküdni a hibernation roomba, csak oldsd el azt én a... Én nem akarok befeküdni a hibernation roomba. Akkor nem az kilőni magad a tiszképoddal. De csak itt van, ugye? Ott van, meg itt van. De nekem van ivek kím, amivel ki tudom neki nyitni. Csak az a baj, hogy azt én meg itt tudom csak aktiválni. Miért ott? Miért oda mozgattál, András? Ez nem tetszik. Küldted volna a nestbe. Elhallottam a szart. Na ugye. Tudtok ti kooperatívan is játszani? Én csak kooperatívan játszottam, tudom, ezt a kurva játékot eddig. Eddig full paranoia. Jó, nem tudom, azt szart. Nehezen rávesszük. Jó, oké. És akkor megvolt a két actionod, én passzolok. Én is. Kaci, csinálsz-e még valamit? Én is. Jó, oké. Akkor mozdul a körjelző. Fire damage. Jó, az... Ha nem nyílik ki az az ivekpod, felrobbantam az egészet a picsába, csak mondom. Nem tudod felrobbantani az egészet a picsába. Fogadjunk. Nem fogadok ebben. Figyelj, engedd meg, hogy ezt előrevetítsem neked, hogy Kaci az elmúlt három évben egy és egyetlen egy darab, hogy is mondjam, elf szerint játsza az összes játékot. Tehát te is mindegy, hogy ez kooperatív vagy egy konfrontatív játék. Ha két embert megszopadhatsz, nem baj, ha az egyik te vagy. És szerintem egyébként ez egy három játékosos játékra is teljesen igaz. Tehát, hogyha három embert megszophatod, akkor főleg nem baj, hogy az egyik ő. Úgyhogy ez erre érdemes felkészülni. Na, ugrik a first player. Így van, pontosan. Körjelző mozdult. Húzom a dolgot. Húzunk eventet. Ja. Damaging fire. Ki tudunk még rakni annyit? Négyet kell, ugye? Várjál. Opti, nagyon-nagyon szépen köszönöm a raidet, remélem jót játszottatok, és sziasztok, Opti nézők! Hello! Éppen azt számolgatjuk, hogy meghaltunk-e. Négyet kell kirakni, nem? És öt van. Nem biztos, hogy négyet kell. Gábor, mondasz valamit erről? Szóval az van, hogy a tűz átmegy minden egyes szomszédos szobába. Akkor csak innen megy három. Igen, onnan megy egy. Négy. Ne, az üre, a lezárban nem tud. Még nem explorálhatunk. Akkor innen megy egy, meg ide is jön egy. Tehát az, jó, de kettő... De innen már jött. Igen, szóval innen jött három, innen jött egy, az négy. És innen tud jönni ide az öt. Tehát épp hogy. Tehát hogyha te azt most nem oltottad volna, most felrobbantunk volna a picsába. Na, ez jó. Lesz a következő, nem is csak mondom. Előtte malfunction marker kerül az összes helyre, ahol tűz van. Tehát most nem lehet befektődni a hibernatóriumba, azt meg kell javítani előtte. És ha nincs ennyi malfunction marker? Lesz. Felkerül három. Ja. Nincs több. És akkor most pakolhatjuk a tüzeket. Szóval begyullad a comms room, begyullad a laboratórium, begyullad a cabins, okay. Begyullad a storage, és begyullad az airlock control.
Amit még lehet... Gyerekek, én oltom a 12-t, mit csináltok? Az airlock kontrollal, amit még tudsz csinálni... Eloltottál egy tüzet. Ez volt a kontribúciód az meg, egész játékhoz. Ez mentette eddig. Meg az egész játék. És arról is mi győztünk meg, András, mert különben itt... most akkor nem hal meg mindenki. Srácok éppen tönkre basszák a rájtuk bíjúzott űrhajót. Ez azért nem így van. Nem így van. Kaci idehozott két torony alient, és aztán begyújtott mindent. Ennyi történt. Jó, Dave, te voltál az actual játékos, úgyhogy húzzál egy intruder baget. Egy egész? Nem, csak így húzzál belőle. Jó, mit húzzak? Lárvát. Jó. Így van, helyes, látod? Ne. Ide, és kicseréljük egy ilyen szépségre. Nagyon jó. Mondom, olyan gyorsan felnőnek. Nagyon gyorsan felnőnek. Nagyon gyorsan felnőnek, ja. Ja. Tehát amit még tudunk csinálni extrába az az, hogy az airlock kontrollal be tudja zárni a comms roomot, és akkor elalszik a tűz. Vagy egy kiventilálja. Jó, de a comms roomra szükségünk? Ja, nem, arra van szükségünk. Hogy... Jó, azt... jó, de Andrásról van szó. Jó, egészíthetek? Igen. 2, 4, 5. Jó, akkor ti már fordultok. Szóval éppen az van, hogy próbálunk nem felrobbanni a picsába, mert az egész hajó kigyulladt, igen, úgy, ahogy van. Azt érdemes tudni a jelenlegi állásról, hogy ugye mindannyiunknak van egy titkos küldetése, amit próbálunk teljesíteni. Azt már tudjuk, hogy Kacinak az a küldetése, hogy úgy meneküljön meg, hogy legalább egy ember meghalt. Legalábbis ez. Nem, az nem kell neki, az kell, hogy hogy iszképpoddal menjen. De akkor... De az nem kell meghalnia, tehát az van kulcs, amely ki lehet nyitni. Optin, nagyon-nagyon szépen köszönöm, hogy ajándékoztál egy szabot Chassitnak. Chassit nagyon-nagyon megérdemli, mert rengeteget segített nekünk ebben a streamben például. Úgyhogy üdv a családban, Chassit, használ egészséggel a kis dolgainkat, amik emótok. És Vinceknek is nagyon szépen köszönöm a 13. subgiftette vadállat. Nagyon-nagyon szépen köszönöm. Cincer kapta. Nagyon-nagyon király vagy, köszi szépen. Cincer, téged pedig üdvözlünk a családban. Bár ha jól tudom, akkor te már eléggé itt vagy. Ugye? Az, hogy nálatok mennyire, azt nem tudom. Hát nálam igen. Erre gondoltam. Igen. És Shamey Sexy Dáviddal üdvözölt titeket, ami egy nagyon-nagyon jó, nagyon-nagyon-nagyon jó dolog. Uh-huh. Szóval, ki van gyulladva az egész hajó, ez azt jelenti, hogy ha most nem oltunk el tüzet, és még jön tűz, akkor felrobbant az egész. Igen. Átkutatom az airlockot. Ez tök jó. Léci, találj még egy tűzoltó készüléket, Kaci. Én is nagyon könnyen el tudtam volna kutatni hogyha nem baszol vissza a biztonságba egyébként, amit köszönök, csak... Az a baj, hogy a Fire Control szisztéme az ott van. Igen. De most nagyon örülnék, hogyha ezével lennék a technikussal. Most mert akkor az airlockban át tudná húzni. Igen, át tud húzni. Tehát innen át tudnék húzni oda, és a kövkörömet ott kezdeném már. Oké, hogy ott van az a rák, de inkább pofár lövöm, és elkezdek oltogatni, mint sem azt. De nem csak felfedezett szobába tudsz átmászni? De igen, de a szomszédoshoz is át tudnék mászni. Tehát, hogy átmásznék, nem tudom, hogy hol most mond. Most csak így mondtam valamit, de... Elhiugalt, igen, elhiugalt. Ezt eldobom. Ezt eldobod. Ez az, amivel át lehetne mászni. Uh-huh. És van cserébe tűzoltó készülékünk? Nincs. Akkor mink van? Nektek semmitek, jó, nekem van. Neked mit van? Nekem egy... jó, azt veszek is elmondom, egy space suit-om van. Az is jó, oké. Okay. Azzal is át tud menni bármelyik sárgába. Tehát az is jó. Kiúzta a kettő ilyen fasztravelest. Ó, az elég jó. Ja, az nem maradsz még belőle? Kérem, hogy legyen elvileg. És akkor... Szörcsölök még egyet. Jó. Ha van valaki, akinek a sebét nem kellett volna meggyógyítani.
Még megmenthet minket, jó? Én bízom kaciba. De akkor kinyitotta volna az airlockot. Én vagyok. Ha bármennyire is szeretne megmenteni minket, de hát még kinyithatom. Én hiszek kaciban, jó? Tehát, believe in the kaci. Tehát most ennél jobban nem tudok mondani neked. Én 2010... Hát nem, amikor még dolgoztál... Figyelj, demolition-ből és pilotingból ide futok, jó? És köfkörben én majd ezzel eloltom azt. De nem kell... Ja, nem kell dobnod semmire. Nem, mert rajtatok keresztül aha. Megyek. Nagyon jó. Jó, az a baj, hogyha terjed a tűz, akkor most egy... Ha azt eloltjuk... Akkor is baj van. Akkor egy, kettő, három... Nem, mert figyelj, tehát annyi van, hogy én ezt itt bezárom körülötte az ajtókat. Tehát aha. Ide visszaterjedni nem tud, és az kialszik. Uh-huh. Azzal az secure. Jó, hát én akkor átjövök ide egy suppressive fire-ért, és max scavenging-elem. Ne, akkor várjál, mert nekem van search. Ja, de az nem vonj le belőle, ugye? Meg nullán van. Egyen van? Akkor meg search-olom. De nem áll! De utána meg tudom scavengingelni. De akkor én nem tudja. De akkor én nem tudom fölvenni, érted? Igen, de te akkor ki tudod nyitni ezt. De én amúgy is ki tudom, mert nekem van egy nullás kártyám rá. Érted? Te tudsz valami mást, ami hasznos? Most nekünk. Jó, akkor nem, scavengingelni tudok, és jó. Az a hasznos. És akkor meg scavengingelem. Hát, húztam túlt, ami jó ez lehet. Nem rossz. Meg olyat tudok, hogy két unexplored tile-t meg tudok nézni. Csak az a baj, hogy a két unexplored-unk, azt tudjuk, hogy micsoda, úgyhogy akkor túlzt fogom megtartani. Az a diszkád, jaj. Jó, Kaci, te vagy. Azt mit csináljuk? Le tudom craftolni a flamethrower-t. Ez jó, az a még több tüzet. Még több tüzet tudom csinálni! Na, én már megnyíltam valamennyire azzal kapcsolatban, hogy milyen objektívákat próbálok itt teljesíteni. De figyelj, hogy egyre Armageddonabb a helyzet, egyre nyitottabbá válik ilyen téren, mondjad igen. Szeretném, ha ti is valami hasonló én nagyon megnyílnátok irányomba. Én nagyon hálás vagyok, hogy elmondtad, hogy meg akarsz ölni. Nem akarok megölni, én el akarok menni erről a hajóról. Én is el akarok menni erről a hajóról. De ahhoz valakit meg kell ölni? Nem. Tehát nem kell senkit megölni, hanem tudjuk azt, hogy a control roomban beindítjuk, nem? Nincs control room. Akkor a evacuation chamber az... De ezt be tudod te indítani, nem? Én ki tudom nyitni nektek, csak ahhoz a engine controlhoz el kell jussak. Hát, de jelenleg indulás. A tüzet. Jó, előbb a tüzet kéne megoldani. Jó. Úgyhogy jó. Miért kell ahhoz az engine controlba eljutnod? Mert én ott tudom aktiválni az évekkímet, amely kinyitom nektek a aha. Tüzet, az escape podot. Jó. Én nekem, tehát nekem úgy van, hogy választható még így is a küldetésem, és az egyik az teljesült, a másik az teljesíthető nekem, hogyha úgy van. De neked... Mi? Ja, értem. Tehát nekem, én jó vagyok, tehát én azért segítek nektek, mert amúgy én már simán befeküdhettem volna a francba, csak próbálok jó fej lenni. Nem próbálsz jó fej lenni, hanem rád robban az egész, hogyha nem vagy. Az így. A másik. Tehát, hogy nem jó fej vagy, annyira szeretem, amikor valaki megpróbálja a saját önzését beállítani. Jó, miért fejség? Az intercomhoz kell egy túl vagy egy duct tape, meg még egy lapot eldobni, ugye? Így van, pontosan. És ez van neked? Van duct tape-em. Igen. Eldobok egy lapot. És akkor van intercom. Van intercom. Az intercom az azt tudja, hogy when you perform an order or motivation action, you can use it on a character in any room with a computer. Jó, meg kell ölni kacit, mert meg fog öletni az orderjével. Nem fog megöletni az motivation. Hozzatok itt. Mondom én. Mindegy, meg kell ölni. Believe in the kaci. I can't. I believe in the kaci. You can. Should believe too. Jó, nekem öreg barátom ez a szoba, jó? Úgyhogy én ezt itt ellokkolom. Most kicsit úgy játszom, mint a
A Detroitban a, van az a kivallatós jelenet, amikor egy fix százalékot kell elérni, és akkor így kicsit józsarú, rozsarú, józsarú, rozsarú. És akkor felrobbantalak, motivation. Takarod vissza izébe, eloltam a tüzet. Ez, ez a baj, Kaci, hogy, hogy annyira... Szörcsön a szobát. Annyira összezavarsz már a dolgaiddal. Na gyerekek, kihúzott tűzoltókészüléket? Remélem te. Én. És még kártyám is lesz, hogy tüzet oltsak. Úgyhogy te vagy, Dave. Én vagyok? Én, te vagy. Jó. Vagy hívsz egy... Ja, nem, az nem. Hívhatsz egy trade-et, és akkor elcserélhetjük, és használhatod te is, az is működik. Mert nekem egy ilyen drágább. Mi? Az, hogy használjam, mert én sérült vagyok. Nekem van egy szíves. De van, van eleged? Micsoda? Van elég vizéd? Hát, akkor nullára megyek. Aha. És akkor egyért el tudjuk cserélni, és aztán egyért meg el tudod adni. Lenne dolgom. Jó, oké. Mondom, én csak fölkínálom. Ja, Jajajaj. Jó van, csináljuk. Most érted, mire, mert azzal kezdődik, hogy Kacit meg kell ölni. Felrobbantja. Kacit nem kell megölni, Kacit lassan felrobbantja a hajót. Tök jól állunk. Igen, mond. Kacit. Jó. Te megadd akkor az egyik fegyvert. Magic. Wow! Muszáj, mert különben nem lehet nálad. Használd el azt a kettőt, majd jó lesz az. És mitől félsz? Add ide azt, amiben kettő van, ott van a másik. Aztán visszaadom neked felőlem, leszarom. Úgy sem tudok vele rájönni. Mi a küldetésed? A küldetésem az az, hogy a hajó a földre menjen. A hajó a földre megy. Ezzel kezdtem. Szerinted miért mentem oda? Bozd meg. Figyelj, nem hittél nekem a kurva Werewolfnál. És igaz, de igazat mondtam. Attól, de ez most olyan, hogy figyelj, ezelőtt még sosem öltem meg anyádat. Múltkor sem öltem meg, meg azelőtt sem öltem. Hát most megöltem esetleg, de most sem. Miért most kezdeném el? Mi, azért, mert ez egy stratégiailag nagyon fontos pillanat. Nézd meg a túl, mit csinált a túllal. Mit? Semmit! Ott van nála, le akart kraftolni valamit. Nekem van tippem, hogy mi a küldetése, amúgy. De nem mondom el, mert az, az hogy én többet játszottam már. Jó. Na. A tézer mire jó? Ezt, ezt nézem én is pont. Na. Na. Ne, cseréljük, azért kérdezem. Choose one character in the room. És nekem ezért még el kell dobnom egy kurva lapot is. Mi kell ehhez? Jó, és eloltam azt a tüzet ezzel. Egy. Ilyen. Köszönöm szépen, Dávid. Faszomat, hogy az én... A... De meg az van, hogy az én akcióimat használom mindenre, nem a sajátodat. Ezt hívjuk kooperációnak. Kár, hogy nem tudok még tézert kraftolni. Kaci? Kaci? Te jössz. Tudom, gondolkozok, hogy hogy tudok tézert kraftolni. Faszki! Mert azzal választasz egy intrudert a szobádban, aki sebződik egyet, és elszalad. Vagy választasz egy karaktert a szobádban, akinek el kell dobni az összes lapot a kezéből. Nem mondd, hogy nem hangzik jól. Nagyon jól hangzik, Kaci. Nagyon-nagyon jól hangzik. A... Ezzel szemben kinyitnád ezt itt, kérlek? Hogy az airlockot be... Ja, ott nem megy. Nem, mert ott felrobbantottuk az ajtót. Nem megy. Azt nem tudom, de... Ne, ne. Azt nem tudjuk, más szobát nem tudunk jelenni, az a baj. A generátor tudnám, mind ott nincs tűz. Tudok csinálni.
Az nem segít. Az nem segít. Nem segít. Oltani kell a tizet. Jó, gyerekek. Most mit csináljak? Na, most mondjátok meg, hogy mit csináljak. Figyelj, segíteni akarsz? Igen. Akkor menjél, azt nézd meg az engine-t. Hát de nem megyek bele a nestbe. Hát menjél tovább rajta. Hány lapod van? Kettő. Akkor hát tudsz menni rajta. Azt rám spawnol valami. Hát akkor lelövöd. Hát most, hát figyelj, ha átmész most a nestbe. És hogy lövöm le? Hát eldobsz egy kártyát, azt két lapom van. Jó, hát boksz ki, meg megyek utánad, az segítek. Ezt tudom felkínálni neked. Most már van kis puska, egy nagy puska is van, mert év alatt. Jó, megyek egyet. Hova mész? A nestbe. Így kell csinálni? Hát, dobjál zajt. Karom. Ez jó. Látod, nem jött semmi. Mitől félsz? Mehet tovább. Jó, hát 50-50. A kaci 3-4, amit keresünk. Vagy plusz. Vagy csend. Ez volt az első, hogy valaki csendet dobott egyébként. Amúgy igen, abszolút. Jó, és akkor én jövök, ugye? I am in the engine room. Jó. You are? Dave. Nem akarsz. Te csinálsz még valamit ebben a körben? Ennek a játéknak miközben van az Alien szagához? Semmi. Semmi. És nem. Valójában minden. Azon alapul, úgymond. Semmi és minden, és egyébként nagyon jó szaga van, egyáltalán nem él ilyen. Abszolút, abszolút. Jó, akkor annak érdekében, hogy a tűznek a terjedését limitáljam, és még több esélyt adjak magunknak, én bezárom azt az ajtót, ami itt van. Azt ne zárd be, légy szíves. Nekem van egy security key-m, úgyhogy bezárhatjuk utána, de ne zárd be most, légy szíves. Az a baj, hogyha most terjed a tűz, és ezt nem zárom be, én akkor is vesztünk. Jogos. Mindenképp vesztünk. Jogos. Ha terjed a tűz, akkor mindenképp beszopjuk. Én is számolgattam, hogy a security key-met megéri-e felhasználni arra, hogy valamilyen taktikailag fontos helyen elzárjam a tüzet. De az a baj, hogy tűz az jön ide, az egy. Ide. Kettő. Nem. Egy, kettő. Tehát ott egy, kettő, három. Igen. Ez a baj. Ja. Ja, csak tehát, hogy ezt úgy tudnánk megcsinálni, hogy te is bezársz, meg én is bezárok egyet. Csak az a baj, hogy ezzel csak egyet lehet megcélozni. Mert hogyha azzal a generátort én bezárnám, érted? Akkor még ezt is be lehetne. Csak nem lehet az a baj, mert azzal csak egyet lehet megcélozni. Ja, de a generátort nem kell bezárni. Majd ott nincs. Oda nem tud menni a tűz. Hát innen. De onnan. Ja, mert ott van tűz, jó. Igen. Azért gondoltam rajta. Jó, én akkor passzoltam. Akkor már csak te vagy, Dávid? Hová? Jöjjbe, már csak te vagy. Jó, passzolok én is. Jó, oké. Okay. Akkor kezdőjátékos cicát kérem. Körjelző mozog. Versenyt futunk az idővel, gyerekek, nagyon. A Queen sérül egyet. Uhu! És 5 HP-ja lenne csak, úgyhogy egészen jól ég. De ilyenkor nem az van, hogy az első két lap határozza meg a full HP-ját, és abból sérül mostantól folyamatosan? Nem. Mindig újat húzva neki. Kiszámíthatatlan. Hát lehet, hogy az egyik körben 4 HP-ja van, a következő körben 11, aztán utána 8, aztán megint 10. Tehát egy olyan körben kell egy kör alatt megölni. Nem, hát most a következő körben, ha megint ég, akkor már 3 damage ja, lesz. Ja, hogy ez rajta van. Igen, ja, hogy ez rákerül. Igen. Jó. És akkor lehet, hogy 5 körig, mit tudom én, 6-os fölé húzol neki HP-t, és aztán a 6. körben meg húzol neki 2-t, és akkor... Jó. Király. Intruder attack nincs, fire damage nincs, event. Na. Na, hogyha ez most nem tűz, akkor jók vagyunk még. Légy szíves. Fú, bazzak, hirtelen láttam ott valami ilyen piros, narancssárgás, pirosas-sárgás dolgot, de nem. Mi történik, Gábor? Jó. Hogyha tönkrement volna a generátorom, akkor beindította volna most a self-destructot. Kaci, picsába be kellett volna nyújtani.
Jó. Ú, basszus. Jó. Ezek most visszakeverednek. Miért? Mert azt mondja az event. Tehát, hogy a két fire az visszakeveredik most. Remek, remek, remek. Híres volt, hogy van még fire egyébként. Feltételezem. Van esély. Jó, és mind a queen, dodged! Mind a queen, mind a nagyfiú, azok az egyes irányba futnak. Ki tudjuk gyűrni a queen-t ezen? Az erdakkal. Igen. Nagyon jó. Fú. És ő is az egyes fele szalad. Jó, nem, az neki izé. Shift, úgyhogy ilyenkor az van, hogy a figurája lekerül a térképről, és a tokenje az pedig visszamászik ide a zsákba. Tehát eltűnik. Tehát ott a token, legyógyulja, és... De visszajön. És visszaugrik, így van, elbújt. És te ott vagy, te ott állsz. Meg te is. De te vagy a first player. Ja, úgyhogy én ki is fogom gyűrni az airlockon keresztül, mint állat. És akkor ez itt most így... Igen, tehát hogyha most ott fejezte volna be valaki a kört... És akkor most vissza is nyílik. Nem. Nem. Ott marad. Azok bezárva van maradva. Igen, tehát zárva marad. Az ott kiszopta mindent, amit kellett neki, mágikusan. És akkor egy intruder back development van még kacinak. Jó, hogy... Nem Blanknak örülnénk nagyon. Várjál, az ez. Igen? Az nagyon nem az. Nem. Akkor zaj, dobunk, kaci, te kezded. Jó, nekünk mind a ketten egyes kell dobni. Három. Az neki az még jó. Neked jó. Tehát nekünk mind a kettőnknek egyet kell dobni. Nem. Nekem egyest kell. Nekem meg vagy négyest, karmot. Még a négyes is jó. A négyes jó? Ja. Igen. Egyes. Én dobtam egy egyest, és akkor te most dobjál négyest vagy karmot. De mi már lehoztuk, úgyhogy ezt most már csak te tudod elrontani. Oké. Druksizok. Mennyi kell? Négy vagy? Vagy karom, vagy valamilyen token. Négy karom, vagy... Jó. Az nem. Kettő. Jó, akkor ezt... Eldobhatod ilyenkor is? Jó. Azt írja, hogy discard one action card from your hand to reroll the result of your noise roll. Oké. Akkor hajrá. Szurkolok. Ja, nem egyes kellett volna? Nem, azt dobtam én. De legalább beáll pont. Elvétek. Jó. És akkor húzz egy azért. Ja. Húz egy kvint. Azt nem tudod. Nem tudok. Azt nem tud. Akkor egy ilyen nagy dromedárt. Jó. Ez egy soldier. Az egy hányos? Hármas. Nekem nulla lapom van. Ja, nekem meg kettő. És ilyenkor viszont az van... Az ez? Igen. Mivel én vagyok a sérültebb, ezáltal engem bánt. Ez mi? Engem ez érdekel. Mitől vagy sérültebb? Az a breeder. Az a creeperből tud fejlődni. Ez a féltestű biszesbaszásból. Tehát nekem van egy izém. Van egy Siriusom. És kapok egy light woundot és egy contamination kártyát. Contamination már volt. Már volt egy. Ez tök jól jött ki. Egy light wound, tehát hogy igazából két light woundra vagy a haláltól. Nem. A harmadik contamination után, nem, a harmadik Sirius Wound után az első sev, ami bejön. Igen? Igen. Jó, hogy három Sirius Woundod lehet? Három Sirius után. Kemény fasz, hogy gyerek vagy, te fiú. Mi? Akkor még nem hal meg? Nem. Nem, de most már igazából nincsen nagyon messze. Mekkora batár állat jött ide? Valahogy ölesd már meg. Miért? Hát így azt tudom, hogy védelek. Az airlockkal így a magadra nem tudod rázárni az ajtót? De. De akkor is megha. Az kacinak jó lenne. Jó, szóval akkor húzhatunk újra. És most már megdögölhet a kaci. Most már egyetértek veled, igen. Miért dögölnék meg? Mert most már kívánod a halálomat. Nem a te halálodat kívánom, bárkiért halálomat. Akkor te is meghalhatsz amúgy. És akkor kinyílnak az eszképpontok. Az lenne az igazi egyébként, most nagyon egyedül van, úgyhogy... Elrontam az összes engine-t, csak mondom. Ja, hogy mi se nyerjünk, tényleg egyébként a legnagyobb fasságot oda küldeni egyedül. Te küldted oda! Igen, mert gondoltam, bazd meg, bízok benne. Mint hogy a benned is bízom. Én már az igazak álmát aludhatnám, hogy itt hagytak volna benneteket a picsába. Hát nyilván én is. Volna.
Jó. Jó, én azt szeretném, ha Gábor kinyitná a üvegpodot. Jó, oké, ahhoz nekem odáig el kell mennem. Ezt harmadjára mondom el. Hajrá. Jó. De nem így működik az order. Most meg tudok telefonálni, várjál. Az meg, de jó, ezt tudok telefonálni. De nem tudsz, hogy kombatban vagyok. És akkor nem csön ki. Nem csön, nem, hát nincs, nincs, nincs. Jó, figyelj. Nem, így benyúl a telefonjába, és I can't talk right now. Can you call me? Felveszi az alien. Akkor én kópolok, jó? Kérek ide kettő ajtót, de... Ne, de ilyet nem tudsz csinálni. Miért nem? Mert a kombatban szerintem ezt nem tudod. Room action. Room action tudsz kombatban csinálni? Megnézzük. Nem, mintha nem örülnék neki, ha kirepülne a picsába, csak nem úgy néz ki. Az kinyitod, és akkor a másikkal meg bele bumcsizol? Megnézted? Vagy leszartad? Így emlékszem, de megnézem neked. Sírás lesz a cseten, csak azért. Szóval az van, hogy ebből a szobából ki tudjuk nyitni ezt az airlockot, és akkor kiszáll innen az alien mama, ami nekünk nagyon-nagyon jó lenne. De közben nem tudjuk, hogy ezt meg lehet-e csinálni úgy, hogy itt áll egy kurva nagy alien, tehát hogy átfér a lábai között, és meg tudja nyomni a gombot fizikailag. Bekopogtattak itt egy elnézést, nincs egy percük Jézus Krisztusra is. Támogat az ajtóba. Én ráadásul háttal. Tehát én annyira leszarom, hogy így háttal. Cool guys, don't look at explosions. Searching, crafting, quest items, rooms with computer. Hogy tudok oda telefonálni? Íti haza telefonálni. És csak az order tudom, a izét nem. Mekkora szar. Mi? Hát, hogy a megállítani nem tudom. Van ilyen interruption paralizem. Ja, igen. És nem tudom, hogy menni, azt nem tudok odafelelni, hogy álljál! Álljál meg! Dave-nél a pont, igen. Sajnos, amíg harcban vagyok, nem tudom. Bocsánat. Nem, semmi, abszolút jogos volt. Igen, én is elgondolkodtam rajta. Jó, akkor... Hát akkor öljétek már meg azt a csicskát. Ez fog történni. Az is két HP-val húz? Két kártyával? Nem, az csak egyes, úgyhogy jó, hogy meg fogják pofán lőni először a shotgunnal. Az egy, de még egy, mert sörétes. Ez kettő, de ötös HP-ja van, úgyhogy... Még sajnán három? Égél. Hát nem. A következő körben lehet, hogy csak kettes HP-ja lesz, lehet, hogy nyolcas. Az is lehet, hogy csak elfut a francba, azt leszarja, hogy mink van. Aha. Úgy. Jó. Várjál, mert csak egyek sem volt tőlem. Rádobok még egyet. Mert ott áll fegyvert, úgyhogy abból tudok. De az mellé megy. Köszi a csírt! Most már fel is megvan hangot. Jaj, ez nem csírt. Úgyhogy nem ismerted fel, hanem Dirty Dave-nek nagyon szépen köszönöm a Twitch Prime-ot. Üdv a kis családunkban, jó barát! Használd az emotjainkat, mert viccesek. Mármint nekem. Uh-huh. Én csináltam. Eljössz. Úgyhogy nekem viccesek. Lőjjed. Mit szólsz, hogyha egy szupresszívvel kimegyünk innen a csába? Nem, mert ki kéne baszni a Queen-t. Jól van, rálövök! A kutyafáját neki, pisz, hogy pusztis, soha nem csinálhatom azt, amit akarok. Hát azt csinálsz, amit akarsz. Nem, megpróbálok rálőni, és hogyha nem sikerül rálőni... Nincs adrenalin a kezedbe? De van. Hát akkor azzal lőjed. Jó, rálövök az adrenalinnal, ami azt jelenti, hogy húzhatok egy action kártyát. Igen. Elköltesz egy ammót? Elköltök egy ammót, és... Hát én lelőném a hatlövet immár, de hát elküldtetek onnan, úgyhogy... Nem küldött el senki sehova. De Gábor. Azt talál. Azt talál, és sajnos csak egy. Így. Hatos. Fritj. Jól bírja a dög. Még egy? Rálövök még egyet? Szél, puf, puf. Rálövök még egyet. Rálövök én még egyet. Lőj rá! Ott is van! Ez a lófasz. Kaci, te vagy. Na én mit csináljak? Eközben a kapitány. Eközben a kapitány... Hogy tudom megnézni az engine-t? Kettő kártya, és megnézed a felsőt. És nem tudom csak úgy... Megjavítani? Nem megjavítani? Nem, ki tudod cserélni javításból. Tessék, most mondtad, hogy nevetsz rajta, most kaptál sok
Sexy day! Sexy day, vett. Reaper, break the engine in the engine room. Igen, az azt tudja, hogy megsereled. Akkor most két kártyáért megnézhettem. Igen. Aha. De nem akarom. De, adás. Azért vagy ott. Kaci, az meg nem áll. Basszus kulcs. Ez nem olyan, nem, nem. De... Eldobtam szándékosan a köcsög objektívet, mondom, kedves leszek. Én is kedves vagyok. Nem! Akkor nézd meg azt, javítsad! Jó van. Tessék. Ez van. Ilyen most jelenleg az engine. Jó vagy rossz? Jó. Te elhiszed neki? Jó, az van ráírva working, zölddel. Az van ráírva jó, zölddel. Az angol játékunkra. Jó. Ezek után az nem jó. Befekszek, túléljük ezt az egész szart. Nem, amíg az a szar nincs kinyitva, te nem fekszel be sehova. Nem ilyen fogom. Mondtam, hogy segítek neked, ha te is segítesz nekem. Elmondom neked, hogy te egy büdös sehová nem fekszel be addig. Istenem. Jó. És akkor mi a második action-ed? Tartok egy motiváló beszédet. És akkor mi is húzhatunk? Hát a komputeres szobában vagytok? Nem. Akkor nem. Meg egyébként is nem tudjuk most felvenni. Az a baj, hogy ott nincs a közeletekben a komputeres szoba. És mire... Közelbe kerülünk, addigra meg úgyis újra húzom, szóval. Jó, utolsó lőszeremet így bele lyukatom. Az kettő. Double penetration. És... elfut. Megkapja a sebet, de elfut. Miért fut el? Mert azt húztam. Van egy ilyen nyilacska rajta, és olyankor csak elszalad. Fölhúzzuk a legfőső eventet. És a hármas fele elszaladt. Fut haza. Hát utána bezárhatom az ajtót, hogy arra ne tudjon átjönni? Átmegy az ajtón, az a baj. De mit? Akkor mi értelme van bezárni? Mit megy át? Van olyan weakness kártya, ami megtiltja neki, hogy átmozogjon. Azaz bocs, ő nem megy át, ő csak betöri. Tehát egy körig tudod delayelni a mozgását. Talán. És te... Ez két action volt? Igen. Nem. Egyet lőttem, és akkor ezek... Jó. Ja, igen, így, igen. Figyelj, én most megfogom, én most bízok benned, én kettőre kinyitom az árlokot. Kirepül a ribanc! Na, csak nem töri be az egyik ajtót. Mert? Mi? Hát, mert előtte még ugye jön az eventje. És lehet, hogy kitöri az ajtót. Lehet, hogy kimozol. Hatalmas farkával. Nagyon jó. A mágikusa. A mágikus farkában. Na, én ide átjövök. De nem veled, hanem valammal. És... Kártyát dobja. Kártyát eldobok, és... Akkor most elvileg az egyes engine és a kettes engine működik. Igen. Várjál, hármason van, négyesen van. Igen, és akkor most dobsz egy zajt. Dobok egy zajt. Ott van. Hol? Hol? Ott van! Kettes. Kettes, ez nagyon jó. Oda mehet a zaj. Kettesre mehet a zaj, és aztán utána a túlzal megjavítom. Dobjál egy kártyát még. Ezt a szobát. Szép dobás volt. Köszönöm. Jó, Kaci. Mennyi kártyátok van még? Nincs. Mi? Mennyi kártyát van még? Kettő. Hiányzik ez alól egy jó kis aláfestő zene. Azt mondják. Tudunk aláfestő zenét nyomatni? Valit.
két lap, én átmegyek a következőre. Ide? El van romolva. Az mi az? Már te szoba. Másik escape pod. Van benne egy item. Amit zajt akkor kacsos. Nem, már csöndbe jöttem. Akkor rakja fel. Csak ott tudok ide? Ja. Nincs kártyán, passzoltam. Én egyért fölveszem őt. És aztán egyért befekszem. Kettőért. És dobnod kell az ajtos. Nem. Ja, nem tudok befeküdni, hülye. Miért? De fogyatékos vagyok azért. Nem az volt, hogy el kell menni escape pontra neked is? Ajaj. Semmi baj. Semmi gond. Bőrjeles, ez nem escape pont. Mit csinál? Bőrjeles. Nem tudom. Na jó, csinálsz még valamit? Hosszolok. Basszolok. Kicsit kinyomod a izet, mert nagyon hallatszódik. Nem tudom, hogy mennyire hallatszódik be a streambe, de... Nekem tetszett. Tud, nekem túl sok volt a főcsé. Ez csak egy ilyen feszültségkeltő muzsika. Jó, én is passzoltam. Jó. Ötet passzolsz, akkor te is. Uh-huh. Jó. Oké. Okay. Ezt átadtam. Körjelző mozog. Öt kör és ugrik a hajó. Intruder attack az nincs, mert egy helyen nem vagyunk. Fire damage. Az sincsen, mert... De van. Engem. Akkor te sérülsz egyet. De csak egy picit megégettem a bubómat. Jó. És event. És ha tízes event van, akkor kiszopunk, ugye? Igen. Van-e valakinél, nincs senkinél tojás, ugye? Nincs. Akkor nincs para. Jó. Ja, mert most szakadt volna ki a testünkből? Igen. Nem, hanem kikelt volna a kezedbe. Az a baj, hogy ezt kitöri. Melyiket? Itt ezt. Ah. És akkor most azt már nem is lehet ellokkolni. Nem. Az baj. Ja. A kérdés. Jó, és akkor intruder baget húzok még. Igen. Gábor, te hogy állsz a küldetéseddel? Mondom, én kész vagyok. Dávid? Kész vagyok. Mindenki dob zajt. Ez egy egyes. Az... az egyetlen esélyem volt. Nagyon jó. Megijön majd valami gecsi. Dávid most már rosszul áll a küldetéseimmel. Hármas. Jó. Lekerül az összes. És jön valami. Húzz valami szépet magadnak. Ja. Maradt nálad kártya? A egy. Igazából. Mert ugye most felhúztam. Igen. De semmi gond. De egy kártyám van. Jó, ami rájön, egy soldier. Hányas? Másik oldal. Négyes. Megharap. Kapsz egy serious wound-ot. Nem más, mint egy kézsérülés. Ó, hát akkor vagy a fegyver, vagy a fiút nem tudom elvenni. Csak... De igen. Komolyan. Igen. Egyiket el kell, hogy dobd. Hát ez nagyon szomorú lett, nagyon hirtelen. Na igen! Jó, egy pillanatra lerakom a srácot, jó? Valasz szomorú zene! Valasz szomorú zene! Mi spawnoltad a Dávid? Csak hogy a miniét is hagy rakjuk ki. Egy soldier. Ilyen? Olyan, igen. Oda jössz szájba lőni? Ott hagytál volna minket az imént a francba. Dehogy hagytalak volna titeket. Oda megyek segítek. Csak előtte újra töltök. Jó. És akkor, Kaci, te is dobj egy zajt.
te sem maradhatsz ki a buliból. Úgy van, helyes. Na Kaci, nézzük, hogy te... Te mit hozol a buliba? Egy blanket. Lehetett volna blanket húzni. Igen. Hát sokkal jobban koncentráltam volna. Na egy kis fikát. És egyes. Jó, maradt nálad kártya? Egy. Akkor nincs gond. Gyere, te kis csicska. Jó, oké. És akkor új kör. Lehet visszahúzni kézbe. Jó. Majd de kár volt elkölteni Kacira. Hogy jó gyulástot! Te kezdesz, de úgyhogy dakázzad. Jó, persze, persze. Jó, hát én szájba verem. Szájba verem egy jó szörccsel. Majd egy lövöd. Lövöm. Egy ammót előtte. Hát, is. Blank. Az nem jó. Ez nem jó. Szájba lövöm újra. Egy scavenging-el. Ez nem lehet mindent. Az se jó. Ez esetben nem csinál kibaszottul semmit. Kaci! Várlak szeretettel. Igyek! Nos, hát én is rálövök a fiúra. Jó. Vagy csak elmenekülni? Most kérdez a zene, most már én is érzem a hiányt. Nem tudsz elmenekülni, ameddig az ott él. De el tud futni, csak utána nyúl. Suppressive Fire-rel. A Suppressive-vel arra is tudsz venni. És hova mész? Bárhova is. Kantinban van még snack. Van. Valamennyi van. Mert meg tudom csinálni, hogy átjövök ide. Ide a kantinba szeretne. Milyen ripi-rip? Semmi baj! Tök jól állunk. Dave szájba veri, de annyira járunk, hogy kirepül a légzsilibe. Nem, rálok. Ó, nincs. Jelen van. Ilyen orvos. Nekem három amom maradt ebben. Ez jó, nekem nulla. Akkor te mi a faszomat akarsz ott csinálni? Van energy charge-om, újra töltök. Ja. Az egy találat. Dam, da, dam. Egy sebb. De ennek négy van. A kurva ennyit. Csinálnom kellett volna egy tézert. Lőjed, van még. Talál. Ennél talál. Ja, tényleg. Öt. Be csak, be. Elviszont találtam. Lehet lenni is egy HP-on. Na, múltkor azt mondtad, hogy ezekre még húzunk. Igen, tudom, de most hirtelen elviszont találtam, hogy nehogy elbasszam. Ja, mert hogy Chassid bemondta. Mi? Jaj, nehogy már látszott, kikippelted. Az zsír. Zsír. De ez nem baby. Tehát nem baby. Ez ilyen feles. Ennek még nincs lába, ez csak így mászik. Olyan, mint a Dead Space-ben. Infestation, intruder, retreat, level, nincs enough to kill them. Ja, a creepernek már húzunk, igen, bocs, jól mondtam, sorry. Ezt creepernek hívják. Még jön, és így... És nagyobb a hangja, mint a fájdalma. Jobb a hangja, mint a... Mindegy. Na! Azt... Kaci! Jó azt... voltam, kétszer te vagy. Még belelőttél még egyet? Igen. Kettőt lőttem. Ja, jó, akkor te vagy. Bárolom. Én vagyok, tudom. Jó, reload. De akkor nem fogsz tudni lőni ebben a körben. Ja, a körben nem tudok, de amúgy meg nem tudom megtámadni. Tehát, hogy... Ez egy puszta kézzel nem megyek neki, hogyha nem muszáj. Fú, de gyorsan fog fogyni a HP, most hirtelen, majd mindjárt. Hát jövök. Ez nagyon jó. Én jövök. Right behind you. Lövök. Ott a dupla. Elköltök még egyet. És akkor az tripla. Oda rögzíts. Rá. Bocsánat.
5. Jó, akkor ez 3 HP. 3 van rajta. Ja. Átköltsem az utcsót is. Lőjed, mert... Lövöm, lövöm. 3 damja van? Aha. De ott volt a dupla, gyerekek! Te vagy, Kaci. Fú, mekkora szarban vagyunk. Nem. Mármint így, ha csak így ránézel. Igen. Igen. Ahhoz képest, hogy kezdődött, tehát azért érzed a változást benne. Suppressive Fire-ra átmegyek ide. Kimozogsz? Uh-huh. Akkor egy ammót is költsön. De azt rá is lőhetted volna. Hát ha eltalálja, figyelj igazániból, egy oldal van, ami azt nem találja. Egyszerűbb lett volna, akkor már lelőni szerintem is irányolja. Így mozgott, és lehet, hogy neki jobban megéri. Jó? És akkor mit csinálsz most, Kaci? Nehéz kérdés. Azt fogom csinálni, hogy kijátszok egy szintetik foodot. Így van két lapot. Eldob egyet és 22-t. És eldobok egy lapot. Meg lehet ez. A leges-legelső kör óta mindig ugyanaz az egy lap marad egy a kezemben. Igen. Jó, te vagy Gábor. Én vagyok. Hát jó. Az a baj, nekem kettőbe kerül a lövés. Van egy kézfelsérülésem. No, de azért jól vagy? Hát ahhoz képest amúgy egészen jó. Egy sebet, ha beleraknál. Fuck! Nem. Nekem nincs több töltényem. Vágom. Nekem még nincs több actionem. Úgyhogy, ja, te vagy. Hogy működik a melee? Kapsz egy contamination-t, megpróbálod szájba baszni, ha eltalálod, akkor nincs más, ha nem, akkor megpróbál rád gyűrni egyet. Jaj. Hajrá. Ennek kell történnie. Itt egy kontrolés, hogy 10 kárdokba megy. Pusztítsd. Most már minden a diszkárdon van. Mert nagyon. Yes! Azt a... Szétbasztad! Yes! Yes! Jó. Oké. Ez. Vagy te leszarod? Mi az, hogy kezdik a mélit? BAM! BITCH! Tovább is egy kezem van, úgyhogy... baj. Szép volt, apa. Crit 20. És sexy név. Jó, és akkor te vagy, Kaci. Megnézem, hogy áll az engine. Jó. Kettővel jók vagyunk, ugye? Igen. Van olyan küldetés, hogy halljon meg mindenki a gecibe? Eldobok egy lapot. Most akkor kicserélted, ugye? Igen. Mindjárt jövök. Úgyhogy... Azt! Amint kinyílik az Ivek cabin, azonnal megjavítom az engine-t. És akkor elmehettek ti is, meg elmehetek én is. Egyetlen egy ok, amiért most nem rugom bokán, az, hogy legutóbb a Merli az én csatornámról majdnem összetörte az asztalt! Örömébe, úgyhogy most csak nyugodtan le fogok ülni.
és nagyon-nagyon csendben fogok anyázni neked. Szóval tök easy, ezt az ajtót kell kinyitni, ki kell nyitni nekem nem, azt a kabint. Nem tök easy, mert ahhoz, hogy ez az item meglegyen, ahhoz nekem oda kell mennem. Hát akkor az egy lépés. Igen, ott még el kell, hogy dobjak még egy kártyát. Aztán nekem még 1-2-3-ból vissza kell menni, 4-ből kinyitni az ajtót, 5-6, hogy azt ott kinyissam neked. Úgyhogy közben elvileg akkor nem spawnolok le semmit. Hát de nyilván Dávid is tud segíteni. Aha. Na, nem akarok. Te sem ész akkor sehová. Ketten megverjük? Viszont szerintem ketten meg tudjuk ölni. Na, hát nem aggódtam. Oké, okay, jó. Tehát kaci volt, jó, akkor éljövök. De mi lenne, ha csak mindenki, tehát hogy én nem akarok senkit megölni. Késő. Én kétféle módon tudok innen elmenni. De vagy valamelyik meghal, vagy kaci. A Gábor kinyitja nekem az escape-ot. Szerintem valamelyikünk most meghal. Én ezt ebben bízom. Én nem akarok senkit megölni, én azt szeretném, ha innen boldogan távoznánk, mint egy nagy család. Csak apa lemegy a benzinkútra, és nem jön vissza soha. És ti meg mehettek Isten hírével oda, hova ugrani akartok. Én szeretnék innen egy escape poddal elmenni. Jó. Az az ajánlatom, hogy nyerjük meg ezt a játékot, mind a hárman. Nekem semmit, bazd meg. Jó, oké, okay. Én egy kártyám nekem maradt, én abban át fogok jönni ide. Dobok egy kockát. Karom. Az baj, most baj. Ez most... Mondtam, fejbe mondtam, csak nem mertem kimondani, bármit, csak azt nem. Jó, te jó. Vagy Dave. Én vagyok, én passzol. Én nincs lapom, hogy passzol. Fire damage, az van. Te is sérülsz, de én is. Ja, nekem most ezzel vissza kell mennem sajnos ide trítelni a vúgyaimat. Jó, hát az egy baj, hogy körbe kell menni, mert meg kell, hogy javítsd a szobát, mert malfunction van rajta. Ó, geci. Van baj? Hát akkor lehet, hogy inkább csak átmegyek a kantinba. Aztán húzok addig, amit kigondolom. De a kantin azt szerintem ezért gyógyít, light wound-ot. Harvestnek, mint hogyha azt csinált volna, mert mindjárt megnézem neked. Ja nem, szörcsölök. És hát ha... Így. Jó, oké. Okay. Én tudok Sirius wound-ot felszállni. Aha, ja, és hol vagy te? Hát két lépés. Remélem, hamarosan a pokolba, tehát... Igen. Jó, akkor folytatódik azzal, hogy intruder attack az ugye nem van, event kártya. Terjed a tűz! Jaj! Hát ez ide jön. Ez így kergeti őt. Lángol a királynő. Nagyon jó. De kerül egy a kokpitbe is, meg oda is. Hát, de már nem tud. Oda nem tud. Igen. Patkány. Hát ez nagyon szomorú. Nem annyira szomorú, mint te. Jó, hát most... Szóval, ha nem lenne tiszta, felrobbantunk a picsába. De ez nem rajtam múlt. Szóval, te körény, te. Az működött. De az működött. Meg ő is működött. Igen. Úgyhogy volt még két működőtök, de... De két működővel el tudunk menni. Úgyhogy simán én ezzel tisztább voltam. Én tudtam, hogy a középső működő. Úgy voltam vele, hogy ha a harmadikat elrontom, akkor az elég, az egy elég jó bluff ahhoz, hogy ugye a középsőt is csak én láttam. Amúgy azért indultam el arra, mert ott van a fire control, és elkezdtem volna voltani. Hát sajnálom. Én tényleg nem beszopatni akartam a titeket, én ezt meg akartam nyerni. Az volt a küldim, ez a hoarder, hogy escape podban fejezzem be a játékot, és legyen nálam legalább 7 item. 7? 7. Sok. Igen. Hát az sok, de van 9. Ja, nekem az volt a küldetésem, hogy küldjem el a szignált, és aztán vagy egy escape podban, vagy egy hibernation chamberben végezzek, és legyen nálam a karakter korpsz.
Nekem az volt, hogy érj el a földet a hajó, vagy mind a ketten megdögöljetek. De a másikom az az volt, hogy a kaci ne élje túl. Ezek voltak a dobott cserék, ugye? Igen, és ott van a... Nálam volt ez, nálad volt akkor ez. Igen, nálam volt. Meg... Nálam az volt, hogy öljem meg magamat, amit így nem éreztem annyira opciónak. Igen, és a másik pedig az volt, hogy ti ne éljetek túl, és az a baj, hogy nem bíztam abban, hogy amikor megjelent a Queen, akkor sajnáltam, hogy már nem ezt választottam. De láthatóan, mert nem voltam abban, tehát hogy nem voltam azzal se tisztában, hogy mennyire veszélyesek az alienek, tehát hogy mennyire lehet őket mozgatni, intruderek. Na, én ugye nyilván az optam, hogy a Gábort kellett volna megölnöm, mert úgy voltam vele, hogy a horderrel így el lehet avászkodni, gyűjtögetem a tárgyakat, amúgy voltak nálam kurva jók. A decoy, amivel így át tudod csalni az összes szörnyet egy szomszédszobába, ez a space suit, ugye tök táp, amivel gyakorlatilag teleportálhatsz a sárga szobák között. Kimarad a köreden. Ja, ilyen apróságok voltak, meg ugye a kapitánynak az a logie, hogy komputeres szobában, ha használod, akkor megnézted egy valakinek az objektívjét. Csak azóta nem voltunk komputeres szobában, mert itt vergődtünk, itt, és itt sehol nem volt komputer. Összes az ott volt. És konkrétan ugye itt vettem fel a comms roomban, és talán úgy voltam vele, hogy jó, itt még nem nézem meg azonnal, mert ugye itt állapodtunk meg abban, hogy akkor mindenkinek olyan küldetése van, amiben nem kell bántani egymást, hogy gondoltam, hogy akkor nem kell megnézni, és aztán... Nyilván kíváncsi voltam a tiédre is, meg a Gáborére is, hogy akkor most mi lesz, vagy hogy lesz, de úgy voltam, hogy majd húzom, halasztom, és sehol nem volt komputeres szoba. Már konkrétan azon voltam, csak aztán ez a szerencsétlen átjött ide, hogy valahol, ahol kihúztam a space suitot, hogy majd átteleportálom ide, igen, és akkor rácsapok a generátorra, hogy elinduljon a visszaszámláló, ami kinyitja az escape podokat, és akkor... Kicsit azzal tudom forszolni a dolgot, meg ott komputer is van, úgyhogy még valakinek a küldetését is megnézhetem. Ah. De aztán bemászott ilyen a akkor minden. Ja, én úgy voltam vele, hogy mondom, ezt simán fogom tudni teljesíteni. Én azért forszoltam, hogy menjünk ide, oltsuk el ezt a tüzet, ne, hogy az legyen, hogy tovább terjed, mert hogy nem akartam, hogy bennégiek, bazd meg azért, hogy be kell mennem azért a szerencsétlen idiótáért. És mint kiderült, az lett volna igazából. Akkor nyerünk. Akkor nyerünk, hogyha azt be tudom forszolni, hogy bemenjél oda és olsd el ezt a tüzet. Fú, mondom, nagyon szétterjedt utána. Igen. Mert két nagyon... egymás után tűzzel már vesztesz. A tűz az nagyon veszélyes, mert az a baj, hogy nagyon pekésen jött ki. Tehát azért ennyire egymás után nem szokott kijönni. Meg tehát a tűz az pont az a fajta dolog, amivel ha hárma vagytok, akkor nagyon nehéz vele kezelni. Ott azonnal és muszáj el kell közösen oltani, mert hogyha vagytok öten, akkor könnyedében oltjátok. Igen. Ugyanúgy egy event fog jönni, de könnyedében kezelitek, hogyha hajlandó a kooperálni a többiek. Így nagyon nehéz. Így nagyon-nagyon nehéz. Ja, de nagyon tetszik a játék egyébként, és látom azt, hogy ugye ez a legjobb négy emberrel, legalábbis mindenki, akinek a cikkét olvastam, azt mondta, hogy a legjobb négy emberrel. És én úgy vagyok vele, hogy most négyen szeretünk volna játszani, de sajnos Szirmai Gergő megbetegedett, és ő is elkapta ezt az influenzás dolgot, és mondtuk, hogy akkor inkább pihenjen, aztán majd összehozunk valamikor egy másik partit, mert érted, belefér. Meg tök jó, hogy egy kicsit kontrolláltabb környezetben próbáltuk ki a játékot. Én látom ebben a lehetőséget, főleg úgy, hogy ugye ezek is randomok, tehát hogy random a helyük, meg van egy-kettő, ami néha bekerül, néha meg nem. Ugye ennek a másik oldala az egy másik hajó, igen, ugye? Hát más a layout, és ott annyi van, hogy ott nem egy szellőző van, hanem kettő, tehát van egy piros, meg egy kék, és az nehezebb, mert ott vannak olyan szobák, amikbe csak egyből tudsz belépni. Tehát ott nagyon taktikázni kell, tehát ott az a baj, hogy ott, hogyha azt fél kóba játszátok, akkor ott nagyon kijön az, hogy olyan szinten dicserik egymást a játékosok, mert hogyha az, hogy menjél csak nyugodtan persze, és bezárja mögötted az ajtót, és nincs a kezedbe robbantós, vagy mászó, vagy bármi, és akkor szavasz. Szopó van. Nagyon-nagyon szopó tud lenni. De látom azt, hogy azért iszonyatos durva újrajátszhatósági faktor van benne. Van, fú, hát szerintem mi legalább egy 50-60 órát már nyomtunk ezzel. Igen. Igen.
Azt nem ígérem, hogy mi is itt streamben fogunk 50-60 órát játszani vele, viszont az egész biztos, hogy elő fogjuk majd még venni. Van egy-kettő játék, amit majd így casually elő fogunk venni, mert nagyon-nagyon élvezzük mindannyian, vagy nem, én nagyon élvezem. Az egyik ugye a Dice Throne, a másik a Betrayal Legacy, amik mind ilyen folytatólagos játékok, és ez is felkerül a listára, mert nyilván egy játék alapján a negyedét tudtuk felfedezni annak, amit ez a játék tud nyújtani. Van még három másik alien, ami nem is spawnolt egyáltalán. Nem beszélve arról, hogy itt van még ugye a kiegészítő, ami... A Void Seeders, ami egy tök más alien fajt hoz be, és ők úgy van, hogy ők nem is fizikálisan, hanem ők mentálisan mennek rád. És ott úgy van a cucc, hogy mindenki kap egy ilyen stresszkártyát, és azon megy fel a stresszed, de egy bizonyos fok alá már nem tudod vinni, hogyha fölment. És akkor folyamatosan ott a rest kártya kap egy ilyen extra funkciót, hogy akkor le tudod vinni azzal. Tehát ott sokkal oltasokban mozgolódsz, és ha tudja, hogy minél magasabb a stresszed, annál nagyobb ilyen dög fog megtalálni téged, mert azt halúzod be. Azt mondjuk éreztem egyébként, hogy a rest kártya az igazából mozgásdobás volt majdnem minden alkalommal. Azt hiszem az egyetlen rest, amit használtál, azt te voltál. Én voltam igen a Contamination-nál, mert most nem húztunk annyit. Igen. Mert az volt a helyzet, hogy most arra fogyott el a lőszer, és ugye ezek után szokott az lenni, hogy na és akkor közelharcban neki megyek. És akkor ugye húzod a Contamination, agyon vered, az a tapasztalat, hogy agyon tudjuk verni. Csak ugye annyi lesz a kontravédése, hogy abba pusztulsz bele. Aha. Tehát, hogy ez sajnos ilyen. Egy bizonyos szempontból szerencsések voltunk, hogy húztunk fegyvert relatíve korán. Igen. Volt a szoba layout igazából. Meg a korai eventek azok nagyon, azok nyugisak voltak. Igen. Nem jött azonnal az arcunkra minden, és aztán egy körben egy királynő és egy soldier is. Ja, meg hát ez, hogy egy körön belül mind a hárman kaptunk egy lárvát. Igen. Ja. Az nagyon-nagyon volt. De szerencsére két körrel később jött, csak az előttörünk a testünkből. Amúgy itt volt a szobám, amivel lehetett volna unlockolni az escape podot, és akkor mindenkinek jó lett volna, de... És akkor kacigáltam. Lehet ez. Igen, tehát ugye én például nem tudtam azt, hogy az escape podot azt lehet unlockolni korábban így, úgyhogy elindítod a visszaszámlálást. Mert ha ezt tudom, akkor lehet, hogy már itt hagylak titeket a picsába, és megkockáztatom. Mert azt nem... nekem a küldetésem, amikor itt elkezdtünk szenvedni, és még elmentünk erre le, meg mit tudom, nekem itt készen volt a küldetésem igazából. Igen. Mert nekem egy-kettő felveszem, és a következőben meg befekszem. Igen, ugye annyiban más a másik három karakter, akiket most nem játszottunk, hogy a Soldier, ő semmit nem tud nagyjából jól csinálni, tehát hogy neki van riterje, de neki is ilyen két lap eldobós. Meg tud ajtót robbantani, meg szobát tönkretenni, de amúgy ezen felül őnek egy csomó olyan lapja van, hogy akkor újra dobni tud, amikor lő, vagy neki van egy Nerves of Steel kártyája, ami azt tudja, hogy nincs surprise attack, nála van, tehát ez baromi jó. A Scientist ő azért király, mert ő tud olyat, hogyha a komputeres szobában van, akkor a másikat tud távolról aktiválni. És ez neki azért vicces, mert a Generator Room az ezes, az komputeres. Tehát távolról be tudja indítani ezért. Az escape podokat. Nem, az önmegsemmisítőt. Ja, az önmegsemmisítőt. És aztán az három körrel később meg kinyitja az escape podokat, szóval... Tehát, hogy ő összetudja kombózni. A technikus, ő meg ugye ezt már beszéltük, hogy tud átmászni kártyával ugye az éken, plusz ő tud oltani tüzet. Tehát, hogy neki van kártya, tud oltani, meg gyújtani is tud tüzet. Én eredetileg a mechanikkal akartam látni, csak aztán így végignéztem a pálya layouton, és így láttam, hogy így is nehéz lesz kiigazodni, úgyhogy inkább valami easy bet. És arra gondoltam, hogy a scout az igazából húzni tud kártyát, és mondom, item good! De igazániból ez a három karakter, ők nagyon balanszosak ilyen szempontból. Én egyértelműen azt mondom, hogy ilyen 4-5 fővel tudom javasolni a játékot. Meg többen írtátok, hogy drága, ami így is van, tehát ez abszolút igaz. Nagyon. Tényleg nagyon drága a játék. Más ministársasokhoz képest is drága. Igen, mert még a Blood Rage is ilyen 25, azt hiszem, meg a igen. Rising Sun az kicsit drágább, igen, az 26 igen. vagy 27, vagy valami ilyesmi. Ez meg 40, ami nagyjából annak tudható be, hogy,
hogy nehéz importálni, egész egyszerűen nehéz importálni. Nehéz importálni. A minik, a miniknek amúgy a minősége az nagyon nagy. Tehát, hogy amit, amit tudni kell, az nagy amelyiken... Nagy a minőségük? Ők nagyon minőségi minik, mint olyan. Amit tudni kell, az Awaken Realms-ről, tehát a gyártóról, hogy ők eredetileg, ők Wargaminghez gyártottak miniket. Tehát, hogy ők táblás, ilyen asztali... Wargamehez, tehát hogy ilyen terepasztal stratégiai játékokhoz gyártottak figurákat, és aztán lett belőlük ilyen társas fejlesztő cég, ugye a This War of Mine, és aztán pedig ezzel, meg az Edge Downfall-lal, de tehát ebből kifolyólag tényleg gyönyörűek a figuráik. Gyönyörűk, és tényleg az egész játékon látszik, hogy egy ilyen nagyon high production quality-ja van. Ja, igen, és... abszolút. Én azt mondom, hogy ezt úgy érdemes megvenni, hogyha van, mit tudom én, egy baráti társaságotok, akivel szerettek együtt játszani, akkor ha, mit tudom én, 3-4-en összedobjátok, akkor szerintem az azért nem annyira durva, de által egy ilyen hobbi játékos számára azért a 40k plusz mennyi, 15 a kiek, 20, vagy valami... Hát ilyen 15-20 körül a kiek, igen. Hát még annyit lehet, hogy most már van magyarul is ráadásul. Van magyarul, van magyarul a fordítása. Azt nem tudom, arról még nem hallottam, de ugye például a Szellemlovasnál ki is tudjátok kölcsönözni, tehát kipróbálni is ugye ki lehet. Hmm. Tehát ugye azzal ugye lehet, hogy akkor kipróbáljátok, és akkor az alapján eldöntetek, hogy mi és hogy van. Mint olyan. Nekem ami személyes tanácsom amúgy, hogyha valakit érdekelnek az ilyen játékok, Kickstarteren kövessétek az Awaken Realms-et, mert ugyan nagy pénz, és egy év, másfél évvel később kapod meg a játékot kézbe, de borzasztóan megéri. Hát sokkal olcsóbban. Tehát, hogyha én nekem igazából az a bajom a Kickstarterrel, hogy nyilván nagyon sok mindent támogatok, de hogy ilyen bejáratott fejlesztőktől. Igen, tehát, persze. Hogy akiket már így vágok, például. Tehát, hogy ezzel például egyáltalán nem mentem mellé. Meg a Unstable Unicorns-al egyáltalán nem mentem mellé. Videójátékokkal viszont mentem mellé. Kaci, meg nem tudom, hogy a Hate-tel kapcsolatban hogy érzel most. Hogy most egy ideje nem játszottunk vele. Én nem érzem azt olyan hatalmas mellé nyúlásnak. Más, mint amire... Kibaszod drága volt, nem? Hát abban mi beleraktunk a kiegekkel együtt 80 ezer forintot, kicsit ja. Többet. De hogy abban ilyen valami indokolatlan mennyiségű, nem tudom mennyi figura van, 200 plusz, vagy valami. Igen. Szóval az, annak a doboza, azt szerintem háromszor akkora legalább, mint a Nemezis. Igen. Szóval. Hát ugye az is ugye a... ugye a magyarul most Hawaii Reef-ként jelent meg, ugye? Gloomhaven, igen. Hát abban ugye nem figurák vannak, hanem ugye ilyen standik vannak, de hát az is ekkora doboz, óriási. Hát abban a szöveget fizeted meg. Tehát hát a szöveget, meg a sztori. Mondjuk nekem a Gloomhaven annyira nem tetszett, kipróbáltam, nekem annyira nem én tetszett. Én nem próbáltam még, és én nagyon kíváncsi vagyok. Ez van még Pipeline-ból, meg a Tainted Grail. Ami... Van a Tainted Grail? Nincs meg a Tainted Grail, de van egy barátom, aki folyamatosan mondja, hogy esetleg egy kis Tainted Grail, mert hogy neki megvan. És én vagyok az a barátod? Vagy nem, másik barátod, lehet, te is barátom. Jó, aki szeretne lehetek a barátod? Igen, mert én a Tainted Grail-re... Hát vannak ilyen nagyon drága társas játékaid, és elhozod őket, akkor figyelj. Mi általában így választunk barátokat. Ja, jó. Ráérsz, van a társas. Hát figyelj, maradjunk a nyomjézőn, Awaken Realms-től az Edge Downfall-on kívül az összes társasok megvan. Szia, Dekanor! Tehát, hogy mind a Tainted Grail is megvan, mind a... This War of Mine megvan, és az Etherfields az lesz, ami még érkezik. Igen. This War of Mine-t én nem élveztem sem ennyire sajnos. Nem? Nem. Nem tudom, nekem... Nem. Nem tudom, untam. Igazából ennyi. Nem lett annyira karakteres inkább. Tehát, hogy ott igazán ugye választasz karaktereket, de ők maguk nem igazán interaktálnak a világgal, tehát nagyon kevés olyan helyzet van, azt érzed, hogy na, ezt erre találták ki. Aha. A Grálnál ez már sokkal inkább karaktert fókuszul lehet, tehát több olyan helyzet van, hogyha te vagy ezzel és ezzel a karakterrel, akkor ez a sztori egy most, és akkor úgy gyönyörű szép leírások vannak benne, tényleg elképesztő quality. Viszont az nagyon az a társas, ami olyan, hogy azt csak olyanokkal tudod játszani, akik jók angolból, mert hogyha azt tükörfordítanak... Hát vagy egyedül.
Én megmondom az őszintét, én a solo gaminget annyira nem értem. Tehát, hogy az, hogy egyedül társashozni, az nekem egy ilyen nagyon idegen dolog. Hát egy oximoron igazából, ja. De azért kurva sok jó solo játék van. Azt nem azt mondom, hogy nincsen, és nem gondolkodtam még rajta, de például a Grál az olyan, hogy mi négyen játsszuk, és igen, kell hozzá türelem, de baromi jó viszont. Tehát, hogy én ezt tudom mondani. Úgyhogy van a pipeline-ban még egy-két ilyen én nagyobb lélegzetvételű társas. Én például iszonyatosan szeretném, hogyha végre be tudnánk hozni a Mansions of Madness-t összes kieggel együtt, mert az is szerintem az a legszebb minis játék, amit én valaha láttam. És nyilván nem ilyen kvalitíjű minik, mert hogy egy régebbi dolog, de hogy szép. Nagyon szép. Nagyon szép, ráadásul az egyik barátomnak megvan az összes kieggel együtt az egész, ő ki is festette. És hát 100 plusz 1000 forint, hogyha abba egy mindent bele akarsz rakni, de én úgy el tudom képzelni, hogy a felső kamera mellé be lehet fidelni az applikációt, ami így mutatja a sebzéseket, meg mutatja, hogy mi történik, meg így ad ilyen sztorit, meg van zenéje, ami kurva jó. De én nagyon szeretnék még ilyen és ehhez hasonló játékokkal játszani. Most, hogy van időnk, és nem az van, hogy most leforgattunk 3,5-4 órát, és aztán kimenteni azt a végtelen adatot, és eltolni egy évig, mire hajlandó vagyok nekiállni megvágni. Most itt a Twitch-en ez azért sokkal egyszerűbb. Le tudjuk streamelni. És abszolút, biztos, hogy segít benne. Ott van. Ha jól tudom, akkor nektek lesz most majd mindjárt egy rendezvényetek, ami Sort of Alien. Nem csak Sort of, ténylegesen Alien. Ennél Alienebb? Ennél Alienebb. Az Alien 2179-es szerepjátékból lesz egy szerepjátékos napunk, ami március 1-én lesz. Hogyha valaki követ minket, vagy most csatlakozott be közbe, én a Roleplayer YouTube csatornától vagyok, és mi asztali szerepjátékokkal foglalkozunk, kifejezetten kezdőknek, vagy újrakezdőknek, és erre szervezünk havonta mindig minimum 2 rendezvényt, amit a Vault 51 Gamer Barban vezetünk le, és itt most március 1-én lesz egy Alien napunk, ahol is egy kicsit érdekesebb és izgalmasabb téma lesz, ugyanis egy safarira mennek. Minél ennél? Igen, egy safarira mennek a játékosok, ahol is az egyik adag játékosok a Safari-nak a belső biztonsági és turgáljait játsszák, míg a másikak ők intergalaktikus egyetemisták, akik odaérkeznek osztálykirándulásra. És ráadásul még megspékeltük azzal is, hogy az osztálykirándulóknak nekik külön karakteralkotásuk van, ami velem megy személyesen, és ott órafelvétel van. Tehát úgy kapod azt, hogy mit tanulsz, mi a majoröd és minoröd. Tehát rendesen megírtam a szakokat, az órákat hozzá, és akkor van hozzá story, meg backstory, meg tudom. Úgyhogy jó, hogy ezen nagyon sokat dolgoztunk, és ezt az Árnyékszféra elszerepjátékos RKV-zóval csináljuk, akik pedig, nem tudom, 5 vagy 6 éve szerveznek ugyanígy szerepjátékos programokat. Úgyhogy nagyon-nagyon készülünk rá, bárkit nagyon nagy szeretettel látunk, hogyha érdekel az esemény, és rákerestek arra, hogy Alien nap Facebookon, akkor ki fogja dobni. Vagy a roleplayerre, hogyha ránk kerestek Facebookon vagy YouTube-on, akkor ott van videós. Roll! Tehát, mint a dobás. Mint a dobás. Meg, mint a tekerés. Azaz. Én nagyon szépen köszönöm, hogy jöhettem. Köszönjük, hogy jöttél. Nagyon köszönjük, soha az életben nem tudtuk volna ezt szabályosan játszani, hogyha nem vagy itt. Biztos, hogy nem. Mert azzal indult az egész, hogy én azt mondtam, hogy megnézek egy szabályvideót, de nem néztem meg, hanem csak egy ilyen bemutatót néztem meg, és aztán Kaci idejött, aki megnézett egy szabálymagyarázó videót, viszont a 2005-ös prototype-ról, úgyhogy egy kicsit el voltunk. Kicsit azt el voltunk, vissza tudom mondani. Azt teljesen simán. Úgyhogy erre, úgyhogy mi vagyunk hálásak, és azért meg főleg, hogy elhoztad nekünk a festett miniket, az meg a másik. Itt hallottátok először, nagyon-nagyon szépen köszönjük. Csókoltatjuk a festőművészt is. Igen, nagyon szép, köszönjük nem szépen. Nem kellett volna, legközelebb téged is nagy szeretettel itt az asztalon. És az a jó hírem van, hogy most megkapjátok a nem festetteteket, és megpróbáltad még egyszer. És ezzel igazából szerintem el is érkeztünk ennek a streamnek a végére, és nagyon-nagyon-nagyon szépen köszönöm, hogy itt voltatok. Ugye ez itt a Fun with Geeks,
Ez elsősorban egy társasjátékos csatorna a YouTube-on, de most már van egy Twitch csatornánk is, ahol mindenféle podcastek, beszélgetős műsorok, videójátékos műsorok, D&D, vagy éppen társasjáték van terítéken, úgyhogy nagy szeretettel üdvözlünk mindenkit, szeretünk titeket, és várunk a következő streamben. A Tevinyó, nagyon-nagyon szépen köszönöm a csírt, szuper vagy, köszönjük szépen, és nagyon jól esik. Dávid, na már most! Dávid azt kérdezte, ki nyert? Senki, a játék. Nyert. A játék nyert, a játék az megfogott, előre döntött, és megbaszott. Ez történt, nyilván kellett neki egy kis segítség, de azt mi megoldottuk relatíve gyorsan, és effektíven. Drágáim, és úgy, ahogy a földre mentünk. A földre mentünk, jó. Én neked még hittem az elején, aztán elbizonytalan, mindegy. Drágáim, holnap reggel 9:30-kor találkozunk a Pod of the Morningban, és ma már valószínűleg nem lesz stream, mert megmondom őszintén, ez azért egy kicsit lefárasztott. Astrom, mennyi az idő? 8:30? Aha, 9:45. Hozta mindenit. Kicsit elment az idő. Hosszú volt, nem baj. Szép estét, drágáim! Hamarosan újra találkozunk. Sziasztok! Szervusztok, kacitek! Most mondhatom? Mondhatod. Szervusztok, kacitek! Le volt mi...